Pataki Csilla vagyok, és az Alumni Központ nevében szeretettel üdvözlöm Önöket, az ELTE jeles alumnusait, ELTE diplomásokat, hallgatókat és érdeklődőket. Köszöntöm köreinkben dr. Kisfaludi Andrást, alumni ügyekért is felelős rektorhelyettes urat, Zentai László oktatási rektorhelyettest, Mennyhárt Attilát, az jogi kar dékányát, dr. Hudec Ferenc fővédnököt, korábbi rektort, valamint Boks Eriket, az ELTE konzisztóriumának tagját. Külön köszöntöm mai előadónkat, dr. Tölgyesi Péter alkotmányjogász, politológust, akit külön köszönet illeti azért, hogy lábadozó állapotában is vállalta az előadással járó nehézségeket. Az alumni szervezettel, 16 alumni tagozattal valamennyien azon fáradozunk, hogy az ELTE diplomások köre számára olyan az egyetem szellemiségéhez illő programokat szervezzünk, tárjunk fel, közvetítsünk, támogassunk, amely várhatóan valamennyiük érdeklődését felkeltik, függetlenül attól, hogy milyen karra jártak. Ezek a találkozók lehetőséget adnak eszmecseréknek, tapasztalatátadásnak, találkozóknak. Frissen indult sorozataink egyike az ELTE sikerek címmel indult, Lovász László tartotta nyitó előadást. Ezen a sorozaton az ELTE falai közül kikerült jeles hírneves alumnusok vallanak munkásságukról, jelen törekvéseikről, és osztják meg velünk azokat a tapasztalataikat, amik az ő sikerről, karrierépítésről vallott nézeteik. Mai előadónk az ELTE jogi karán végzett, átadom a szót a jogi kar dékányának, Mennyhárt Attilának. Akkor elkérem a szót. Nagyon szépen köszönöm a szót. Szeretettel köszöntök mindenkit az ELTE Állam és Jogtudományi Karának a dékányaként ezen a mai rendezvényen. És különös öröm számomra, hogy felvezethetem ezt a mai előadást. Egy olyan előadót fogunk ma hallani, akivel én ma találkoztam személyesen életemben először. Tulajdonképpen rögtön két közös pontot is azonosítottam. Az egyik, ahogy említettem neki, hogy ugyanabban a városban, Esztergomban születtünk, és nagyon ritkán találkozom olyannal, aki esztergomi születésű. Másrészt pedig az, ami valószínűleg nem csak az én életemet kapcsolja össze valamennyire az övével, hanem valamennyiünkét ebben a teremben, és tulajdonképpen mondhatnám azt is, hogy mindenkiét ebben az országban, hogy ő aktív szereplője volt olyan társadalmi folyamatoknak, amik alapvetően befolyásolták az életünket. Az enyémet egy olyan időszakban befolyásolta, ami igazából alapvetően meghatározó időszak volt, a rendszerváltás időszaka. Én a 80-as években jártam egyetemre, és mindig úgy éreztem, minthogyha az egyik lábammal még egy régi világban, a másikban már egy új világban állnék. Tanultam a régi alkotmányt, a tanácsrendszert, aztán záróvizsgáztam az új alkotmányból, záróvizsgáztam az önkormányzatokból. Még emlékszem arra, hogy az Országos Széchenyi Könyvtár zárolt részlegében külön engedély alapján olvastam Orwellnek a könyveit. Emlékszem a Beszélőre, még néha a Medvetáncnak néhány kötete még ma is a kezembe kerül, hogyha otthon valamiért nagyobb rendet kell rakni. És már gimnazista koromban megtanultam azt a szót, hogy szamizdat, hogy ez mit jelent. Emlékszem a rendszerváltásnak, egyetemi hallgatóként emlékszem a rendszerváltásnak az eufórikus hangulatára. Sok mindent gondoltunk, nagyon sok mindenben hittünk, azt gondoltuk, hogy a magántulajdon az csak jó lehet, mindegy, hogy kinek a kezében van, de ez biztosan jó. Azt is gondoltuk, hogy a demokrácia az attól lesz, hogy azt mondjuk, hogy az van, és mintha hittünk volna akár szinte varázs erő tulajdonítva ebben a szóban. Sőt, tanultunk új szavakat, az egyik új szó, amit megtanultunk annak idején az volt, hogy ellenzék. Ez egy egészen új szó volt, hogy ellenzék. És tulajdonképpen innen visszanézve bizonyos értelemben a társadalmi tolerancia egy virágkorának is tűnhet ez a korszak, hiszen nem választottak szét politikai nézetek, családokat, baráti kapcsolatokat, nem
nem választott szét embereket az, hogy éppen a választásokon kire szavazott, vagy kinek a nézetével azonosult. Valószínűleg én legalábbis úgy érzem, hogy annak idején naivak voltunk, lehet, hogy egy egész generáció volt naiv abban az időben. Egész egyszerűen nem gondolkoztunk nagyon sok mindenben, nagyon talán következményekben sem, és ezek nem is voltak beláthatóak. Van nyilván sok kérdésünk, nekem is mindig van sok kérdésem, ezeket ma nem fogom föltenni, de az összes kérdés tulajdonképpen egyetlen egy szóval kezdődik, hogy miért, és ebből nagyon sok kérdés van. Ugye, ahogy elhangzott, Tölgyesi Péter, mai előadónk 1981-ben végzett itt az ELTE Állam és Jogtudományi Karán. Gyakran folynak viták arról, hogy a jogásznak mi a feladata. Erről ma is nagyon sok vita van, hogy a jogásznak mi a feladata. Én hiszem azt, hogy jogászként arra vagyunk képezve, és egyetemi oktatóként az a feladatunk, hogy másokat erre képezzünk, hogy a társadalom irányításában felkészülten és felelősségteljesen részt venni képes szakemberek legyünk. A legalapvetőbb elvárás velünk szemben az, hogy a társadalom hasznára váljunk, és ezt nem csak bírósági tárgyalótermekben, ügyvédi irodákban, közjegyzői irodákban tehetjük meg, tulajdonképpen minden egyes megnyilvánulásunk ezt a célt kell, hogy szolgálja. És azt gondolom, hogy a mai előadónk személyében egy igazán őszinte embert üdvözölhetünk. Nekem ez volt az első szó, ami eszembe jutott, amikor erre a mai alkalomra, a megnyitóra a felkérést megkaptam. Úgyhogy nagyon köszönöm az ELTE Állam és Jogtudományi Kara nevében is, hogy tulajdonképpen a kar volt hallgatójaként is elfogadta ezt a meghívást, és meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen a meghívást, azt hiszem ez nem kell, be vagyok mikrofonozva, elég lesz egy is. Köszönöm szépen a meghívást, kevés nagyobb megtiszteltetés érheti az embert, mint hogy ott előadhat, ahova járt hajdanában iskolából. Valamikor, mikor elkezdődtek a tanulmányaim, egy év katonaság után, 76-ban, a római jog professzorom Brósz Róbert azt mondta, hogy úgy készüljünk, hogy ez az egyetemista időszak lesz az életünk legnagyszerűbb időszaka. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon igaza volt. Nagyon igaza volt, tényleg az volt a legnagyszerűbb időszak. Valahogy az ELTE-n szabadnak érezhette magát az ember. Én valahogy a régi, vágású, poroszos magyar iskola rendszerben soha így magam nem érezhettem. Általános iskolában még valahogy úgy jártam, hogy délelőtt és délután is menni kellett, rettenetes volt pusztán a fizikai terhelés is. A középiskola pedig olyan katonás volt, ahova én jártam, például elvtársnak kellett nevezni a tanárokat, és úgy mondjam, ez valahogy bennem állandóan zavart keltett. Talán az is probléma volt akkor még nekem, hogy én voltam mindig a legkisebb. Az egyik legkorábbi emlékem, hogy az anyukámmal elbatyogtunk az óvodához, az illetékes óvodához, és ki volt írva, hogy nem vettek föl. És akkor a szüleimnek eszébe jutott, hogy ugyan még nem voltam 6 éves, de hát ha az iskolába is be lehetne iratni, és hát az egy kádári világ volt, el lehetett intézni, és úgy kerültem általános iskolába, hogy még 6 éves sem voltam, még 18 sem voltam, mikor katona voltam, de nem jó a legkisebbnek lenni. És valahogy az ELTE-re ez mind-mind megszűnt. Egyetlen egy csapásra megszűnt. Rögtön kezdődtek itt a zárt helyik, rögtön éppen egy római jogi zárt helyivel, és hát az évfolyamon nekem lett a legjobb rögtön az elején, és utána ezt más tárgyakban is megismételtem. Egyszerűen boldog volt az ember, hogy ide járhat, és szabadnak érezhette magát. Például azért is, mert ide szombaton nem kellett járni, mindenütt másutt még 6 napos munkahét volt azokban az időkben. Az az igazság, hogy az akkori jogi oktatás meglehetősen magoltató volt, meglehetősen zárt logikájú volt.
Nem is biztos, hogy minden tárgyban és minden ponton a legjobb volt, de mégis békén hagyta az embert, és az egy nagyszerű érzés volt, és egy nagyszerű dolog volt. Az ember a saját ideje fölött maga rendelkezhetett, és megélhette azt, hogy saját munkával, sok-sok munkával jó eredményeket lehetett elérni. És ezentúl voltak kiváló tanárok is. Tehát egyfelől voltak olyanok, idős professzorok, akik még látták azt, hogy hogyan néz ki egy rendes egyetem. Valami tanársegédek, adjunktusok voltak 45 előtt, vagy 45 táján, és valamit a régi egyetemi világból át tudtak hozni. Másfelől pedig voltak fiatal oktatók, az egyikük itt is ül a teremben, akik pedig egyszerűen jók voltak. Megérezték a problémát, és bátran beszéltek az akkori magyar világban. Ez még a 70-es évek, tehát nem közvetlenül a rendszerváltásnak az időszaka. Mégis néha megdöbbentem, hogy milyen bátran beszélnek politikai, illetve jogi kérdésekről. Ugyanakkor az is világos volt nagyon hamar az ember előtt, hogy a jogi szakma, és különösen a közjogász szakma, az meglehetősen konzervatív, és a rendszer oldalán álló szakma volt. Mint minden társadalomtudományban, itt is voltak reformerek. Itt is voltak olyanok, akik oldani próbálták a rigorózus régi beállítottságokat, de azt hiszem, hogy különösen a közjogász szakmákban ők voltak kisebbségben. A többség alapvetően a régi vágású világba gondolkodott, és elfogadta annak nagyjából a logikáját. Ez legközvetlenebbül és egy egyetemi hallgató számára a legnyilvánvalóbban az óriási mennyiségű memorizeranyag megtanításában mutatkozott meg. Egészen egyszerűen egy olyan világban éltünk, ahol a jog az 50-es években különösen, de kicsit még ekkor is a politika szolgálólánya volt. Egy meglehetősen hierarchizált világ volt, amely nem nagyon adott helyet az autonóm jogi gondolkodásnak. Nem nagyon adott helyet az autonóm jogi dogmatikának. Magánjogi területeken kicsit inkább, azoknak sokkal mélyebb, tradicionálisabb, hagyományosabb a dogmatikába, a közjogi területeken jóval kevésbé volt erre lehetőség, és igen, nagy részt a marxizmus-leninizmus tételeinek a megtanítása volt akkor a feladat, részint, és bizony ez még a legvégén is, és még a 80-as évek elején is, részint pedig a meglévő joganyagnak a bemagoltatása. Jó magam olyasmibe is ütköztem, kíváncsi társadalomtudományok után érdeklődő ember voltam, és egyszer a padláson megtaláltam otthon a Sztálin összest, már oda került föl, és néhány alapművet rögtön a nyári szünetben elolvastam, és aztán utána a hatályos állam és jogelmélet tankönyvből, amiből 81-ben államvizsgáztam, a proletár diktatúra funkciónál 3/4 oldalt felfedeztem szó szerinti Sztálin idézetet, úgy, hogy már nem volt a hivatkozás megjelölve. Valószínűleg valamikor kihullott. Könnyen lehet, hogy a szerző, aki ezt a részt írta, már nem is emlékezett erre a sztálini funkció hivatkozás, az valamikor már Hruscsov idején kihullhatott, de végig görögve ott volt folyamatosan, és hát meg kell, hogy mondjam, nekem megrázó élmény volt fiatal emberként. Mégis voltak olyan oktatók, akik ezen a területen is reformokban, politikai reformokban gondolkodtak, és néha megdöbbentően bátran beszéltek ezekről a dolgokról. Másfelől pedig ott volt a régi, szilárd, hagyományos dogmatika, aminek a magyarázó ereje, stabilitása, kimunkáltsága, egyáltalán a jogolalom régi rendjéből való megmaradott szilárd kategóriái nagyon nagy hatást gyakoroltak rám. Ha igazán ügyvéd vagy valami ilyesmi akartam volna lenni, egész biztos, hogy csak a magánjogot választottam volna, mert az volt az, ami szilárd dogmatikával rendelkezett, és szinte katedrális szerű építményként állt minden lerombolottsága és minden gondja ellenére, és igazán nagy műveltségű emberek művelték ezt a területet. Mégis valahogy a politika mindig is izgatott, így inkább közjogi témák érdekeltek.
És hát egy furcsa státusba kerültem az MTA Jogtudományi Intézetével, az volt tulajdonképpen sokáig, és bizonyos értelemben mostanáig az egyetlen egy állandó munkahelyem. Ott a magánjogi részre kerültem, de érdekképviseletekkel foglalkoztam, ami jelentős részben politikai természetű dolog volt, méghozzá az érdeklődésemnek megfelelően minden tekintetben. Tehát nem pusztán a jogi vonatkozásokkal, hanem a társadalmi politikai, valóságos közgazdasági és egyéb vonatkozásokkal is. Rögtön beleütközött az ember, hogy a jogi kategória rendszere, ami akkor élt, az mennyire más társadalmi szervezetnek voltak ezek meghúzva, és a Nagy Szladicsban egész mást lehetett ezekről olvasni. Ugye a személyi egyesülések azok vagy köztestületek voltak, kamarák, mi egyebek, vagy tudományos akadémia, vagy pedig alulról szerveződő egyesületek, ezt a megosztást egyszerűen nem is ismerte a szocialista jog. Rögtön ebbe ütközött bele az ember. Másfelől meg, hogy mennyire más a valóság. Ezzel a témával foglalkoztam sokáig, egy kisebb kötetben sikerült összefoglalnom az erre vonatkozó tudást, és mikor elindult valamiféle kis mozgás, olyasmiket írhattam kicsiben, amelyek később megjelentek. Egész biztos, hogy én írtam le először Magyarországon, hogy az olyan testületek, mint az akadémia, amelyeket nem tudott hova tenni az akkori jogrendszer, mert voltak úgymond államigazgatási funkciói, ő tartotta egybe az intézeti rendszert, meg voltak társadalmi szervezet funkciói, hogy annak az adekvát formája újra a köztestület volna, írtam egy jogtudományi szemle írásomban, és aztán nem sokára mit tesz Isten, az is lett, pedig az elején azt mondogatták rá, hogy ez egy botorság. Magába a politikába is úgy kerültem, hogy az én témáim politikailag egyre inkább érdekesek lettek. Először is az érdekképviselet, mint olyan, egyre erőteljesebb közgazdasági reformmozgások voltak, amelyek egyre inkább már nem pusztán a vállalatok, állampolgárok viszonyait érintették, hanem azoknak az érdekképviseleteit is. És így egy korai reformmunkában, a fordulat és reformban az érdekképviseleti részt én írhattam, és aztán, ahogy haladtunk előre az időben, még közvetlenebbül beköszöntött, ha úgy tetszik, a közélet és a politika az én témáimba, a egyesülési jogba. Az lett az egyik legaktuálisabb kérdése a korai rendszerváltó időszaknak. Elindult egy állampolgári mozgás. Magyarországon, de egyébként a térség többi országában is úgy volt, hogy a régi egyesületeket, gyülekezeteket kevéssé tiltották be formálisan. A régi jogszabályok hatályban voltak. Magyarországon például az egyesülés és gyülekezési jogot nagyon sokáig dualizmuskori és annak sokszorosan módosított változatai szabályozták. A pártokat például sose tiltották be, csak attól még a pártok embereit elvihette az AVH, és ott az AVH pincéjében senki se hivatkozhatott alkotmányra, jogra, mi egyébre, mert valószínűleg pórult járt vele. Egyáltalán a történet az volt, hogy ahogy egyre inkább megmertek az állampolgárok mozdulni, a formális jogi szabályozás elkezdett szigorodni. Addig még nem mertek rákérdezni az emberek ezen a területen a jogaikra, akik teljesen szabadon hagyó volt a szabályozás. Abban a pillanatban, hogy megmozdultak és rákérdeztek, elkezdtek olyan szabályok megjelenni, amelyek a régi szabályozáshoz képest nagyon durvák és bántóak voltak. Nem valami nagy dologgal indult a mozgás, hanem például olyasmivel, hogy egy kisvárosban egy horgász egyesület volt, horgászok kitalálták, hogy jó lenne kettő. Mert mi más miatt akarunk, mint a mások. Aztán később még bátrabb emberek azt mondták, hogy ők szeretnének város szépítő egyletet. Rögtön a párbizottságra be is hívatták őket, és megkérdezték, hogy kivel szemben akarják megvédeni a városnak a szépségeit. És hebegtek, habogtak, és végül elfogadtak valamilyen köztes népfrontos megoldást, hogy kecske és káposzta is módon. Ők is maradhassanak, de azért be legyenek illesztve a hierarchia rendszerébe. A berendezkedés valami hihetetlen ösztönökkel érezte, hogy az alulra jövő mozgás ránézve veszélyes, és például a gyülekezési jog, egyesülési jog szabályozása, amint megindult ilyen mozgás, az állampolgárokból kihúnyt a félelem, mint ahogy mondtam előbb, elkezdett szigorodni. Korábban hatóságosok a bejegyzéshez kellett fordulni, most már a szervezkedéshez is egy kettős bejegyzést intézményesítettek. Pusztán a gondolatot, hogy mi akarunk szervezni egy egyesületet, engedélyeztetni kellett.
Aztán, ahogy közeledtünk ahhoz, amit később rendszerváltásnak neveztünk, akkor ez elképzelhetetlennek tűnt, hogy ez ilyen gyorsan és ekkora fordulatot fog vezetni. Maga a hatalom képzelte úgy, hogy valahogy regulálni kell, vagy rendet kell teremteni ezen a területen. Akkor nagyon-nagyon sok, alapvetően a társadalomkutatók és a reformer jogászok is úgy képzelték, hogy az ezen feltételek között kell valamiféle élhetőbb, nagyobb mozgástérrel rendelkező világot megteremteni. Mindenki úgy érezte, hogy Magyarország ebben számottevően előrelépett, újabb és újabb reformhullámok voltak ebben az országban, és az a szörnyű világ, amely úgy ránehezkedett az országra 56 előtt, és még azért jó ideig 56 után is, az oszlóban van. Élénken emlékszem, hogy az első kutatói ösztöndíjam Prágába vezetett, és micsoda fölényérzettel beszélt, 83 volt, micsoda fölényérzettel élt az ember Prágába. Prága akkor is fantasztikus volt, a házak még nem voltak tatarozva és renoválva. Valahogy úgy éreztem magam, hogy ez a világ el fog süllyedni, mert mindenütt málott és rettenetes dorszaga volt az egésznek, és egyetlen egy épp vakolat nem volt. Látszott, hogy ez az ország polgárosultabb, mint a milyenké. És ugyanakkor az is látszott, hogy borzalmasan félnek az emberek. Az, ami az én generációmat már nem érintette, mármint, hogy közvetlenül félek egyes minden szavamtól, a cseheken rettenetes erővel érezhető volt. Érezhető volt, hogy egyszerűen nem mernek megszólalni. Szinte alig lehetett az én témáimról konzultálni prágaiakkal. Volt olyan, aki szabályosan megijedt, és azt kérte, hogy valaki mással beszéljek, és volt olyan, aki meg elkezdett beszéltetni, tőle meg én ijedtem meg. Arra gondoltam, hogy még csak az hiányozna, hogy a magyar államvédelemnél valamiféle Prágából jött szövegbe jelenjen meg valami visszacsatolás. Mégis valamolyan méla fölényérzettel lehetett az ember Prágából, hogy azért mi mennyivel szabadabbak vagyunk. Hogy Prágában mondjuk egy Le Monde-hoz milyen nehezen lehetett hozzá, regényeket meséltek ehhez, hogy ez egy micsoda dolog volt. Nálunk meg a Jogtudomi Intézetben ilyen és az ehhez hasonlóságok jártak. El lehetett olvasni őket. Volt egy ilyen fölényérzet az emberbe, mégis én nagyon fiatal voltam, ekkor még csak 20 éves, ugye a szüleimnek köszönhetően is, akik olyan korán elkezdtek iskolába járatni. Én valahogy sose hittem nagyon ebbe a nagy reformerségbe. Egy későbbi generáció voltam. Részint a saját ösztöneim is azt mondták, hogy valahogy ezek a reformok és a történelmi tapasztalat, az egyik politikai alapélményem az a Solidarność mozgalomnak az indulása volt. Hogy elindul egy mozgás, közvetlenül ott a szemünk látára, voltak lengyel ismerőseim, és milyen gyorsan átvált abba a sávba, amit már nem tolerál a berendezkedés, amit ha akar, már szükségállapottal torol meg. És hát a történelmi tudásom ott volt, hogy valami hasonló történt nálunk 56-ban, és ugye cseheknél 68-ban. És magam tapasztaltam, hogy ennek milyen rettenetes következményei lettek, még a 80-as évek elején is Prágában. Tehát egyfelől büszke, jó magyarként büszke voltam arra, hogy mi mennyivel élhető világban élhetünk, másfelől meg úgy éreztem folyamatosan, hogy kettős hatalom, demokratikus szocializmus, ilyesmi, ez nem egy erős opció. Tudom, hogy a nálam egy kicsit idősebb generáció erre tette rá az életét. Óriási energiákkal hitt ebben, óriási energiákkal próbálta a kettőt valamiképpen összeegyeztetni, én olyan nagyon ebben sosem hittem. Elég korán találkozhattam Kornay Jánossal, aki különösen belső beszélgetésekben világossá tette, hogy vagy a piac koordinálja egy társadalom gazdasági mozgását, és akkor ott egy piaci kapitalizmus van magántulajdonnal mi egyébben, vagy az állam teszi ugyanaz bürokráciával, de akkor piaci reformok nagyon korlátozottan vezethetők be. Ezek valójában nem is piaci reformok, mondta a Magyar Reformközgazdász Irodalom, hanem egy új alkumechanizmus. Korábban a terv körül volt egy alkudozás, most pedig a szabályozók körül. Illetőleg az alkudozást egy szabálykerülés váltja föl, mondta a reformer irodalom, és nem piaci megoldásokat hoz. Valami ilyesmit gondoltam a saját szakmámban. És egyre inkább arra kezdtem gondolni, hogy bizony Kádár János az, aki érti a rendszerét. A semmiféle magasabb iskolát nem végzett Kádár pusztán a politikai tapasztalata által pontosan érzékeli, hogy mi az, amit az ő rendszere elbír. Mekkora reformmennyiséget bír el, és mi az, ami már veszélyes az ő rendszerére. És Kádár előtt pedig evidencia volt, hogy az autonóm mozgások, a valódi autonóm mozgások halálos veszélyt jelenthetnek.
Sok élmény volt, a legutolsó a Petőfi körnek a története, ami egy egyetemi vitaklubból, egy ugye akkori kommunista ifjúsági szervezet vitaklubjából indult, és fél háromnegyed év alatt odáig jutott, hogy a kapuján volt egy rendszer, egy óriási hatalmi apparátussal a rendszer megbuktatásának. És Kádár ezt pontosan érzékelte, hogy csak szűkös mozgás engedhető, vagy lényegileg semmilyen, végig ellenőriznie kell a hatalomnak mindent. És amikor elindult ez a mozgás, hogy visszatérjek a saját területem, de hát pont ennek a szellemében megjelenő jogszabálytervezetek voltak. Az intézetben úgy tartották számon, hogy ezek az én témáim, és jöttek ezek a témák, rögtön ott kezdődött, hogy egy intézeti vita volt az új jogszabálytervezetekről. Részben egykori intézeti emberek csinálták ezeket a tervezeteket, ugye Kulcsár Kálmán lett a professzor igazságügyminiszter, és a közjogi helyettese pedig Kilényi Géza, aki intézeti kollega volt. És az első tervezetek bizony az az igazság, különösen nemzetközi vagy magyar történeti összehasonlításban kifejezetten megszorító jellegűek voltak. Nem felszabadító jellegűek, hanem megszorító jellegűek. Valami olyasmi volt az első tervezet, aminek volt analógiája a magyar történelemben egyszer, szinte ki sem merem mondani, akkor nagyon fiatal voltam, és kimertem mondani az ő szemükbe, bizony Hajnau idején volt olyan szabályozás, mint amit reform és demokrácia címén fölvezetett akkor az igazságügyminiszter. Továbbra is megőrizte ezt a kettős ellenőrzést, plusz bevezetett egy éles különbségtételt, hogy vannak a marginális személyegyesülések, ugye Horgász Egyesület meg ilyesmi, azoknak nagy szabadságot engedett volna, és vannak a politikailag relevánsak, szakszervezet, a párt szót az kiejteni sem lehetett, az teljesen tabunak számított, szakszervezet az már volt, épp a tudományos dolgozók kezdtek próbálni arra a helyzetre hivatkozva, hogy a szakszervezet alapítás nincsen szabályozva, az egy társadalmi szervezet, és azt meg lehet csinálni, mert pont ezt akarta bezárni ez a tervezet. És az volt benne, hogy az országgyűlés hagyja jóvá az ilyeneket. Tehát a politikailag releváns szervezeteket az országgyűlés hagyja jóvá. Ez teljesen analóg volt a jogi logikában a Hajnau időszaka. Az már Hajnau időszakában királyi pátens kellett minden releváns személyegyesülés megalakításhoz. Egyedi királyi pátens, úgy, hogy az ellen már semmiféle jogorvoslat nem lehetséges, hiszen a legfőbb szuverén kiadja, vagy nem adja ki ezt. Itt az országgyűlés adta volna ezt a dolgot. Botor fiatalként, ugye talán még 30 évesen voltam, ezeket mind elmondogattam egy intézeti vitában, és ami az látszott, hogy az előterjesztőknek nagyon fájt, amiket mondok, igazságtalannak is érezték ezeket a dolgokat bizonyára, de a kollégák egy része, különösen utána, a rendezvény után azt mondogatták, hogy bizony igazam van, és ezek a tervezetek egyáltalán nem azt csinálják, mint amit mondtanak. Az intézet közjogi igazgató helyettese, Halász József, a kétszer volt Nagy Imre, akkor államtitkárnak mondták, de ilyen kancellária miniszter szerűsége 53-ban is, meg 56-ban is, ő volt a Népfront közjogi bizottságának, vagy valami ilyesmi nevű testületének a vezetője. Ott ugyanezt a társadalmi vita részeként ugyanezt a vitát lejátszottuk már sajtó jelenlétében. Ez volt az első ilyen témában megvaló sajtó megszólalásom, mert még a Magyar Nemzet interjút is csinált. Élénken emlékszem rá, hogy a pártállam kifejezést még nem lehetett használni. Azt mondta az újságíró, hogy ezt ne tegyük bele, ezt úgyis kihúzzák. Más szavakkal lehetett beszélni, de nagyjából ezt a gondolatmenetet, amit itt imént elmondtam, ezt el lehetett mondani. Hogy a tervezet ez valójában nem előrelépés, hanem egy rigorózusabb rezsimet vezet be közvetlenül. Később aztán Gorosz Károly valami ilyesmit mondott, hogy a jogászok vittek minket jégre. Egészen egyszerűen olyan helyzet állt elő, hogy nagynevű jogász professzorok nem esett jól nekik érvelni a saját tervezetük mellett. Folyamatosan ment a visszakozás, és 88-ra lényegében szabaddá vált az egyesülési és gyülekezési jog, azzal a feltétel, hogy a pártokról majd külön törvény fog rendelkezni. Nem egyszerre, hanem hónapról hónapra történt a visszakozás, de mégis egy igen jelentős változás történt. Azt hiszem, hogy itt előjött egy döntő elem. Valószínűleg Kádár János generációja volt az utolsó, aki hitt a kommunizmus magasabb rendőrségében. Nem gondolom azt, hogy Kádár egy naív emberként viszonyult volna a kommunizmushoz, de valószínűleg nagyon komolyan hitt abba, hogy a ő hozzá hasonló kis embereknek,
az alulról jövő alsó középosztálybeli feltörekvő munkásoknak, kispolgároknak nagyon jó a szocializmus. Milyen rossz volt a kapitalizmus? Hogy ez egy olyan rendszer, ami jobb, ami felemelkedést hoz. És a végső küldetésében szerintem haláláig hitt Kádár. A fiatalabb generáció viszont érzékelte, hogy ez a berendezkedés mennyire lemaradóban van a nyugati országokkal. Először is ott voltunk az adósságcsapdában. Újra és újra az ország ott téblábolt a fizetésképtelenség határán. Azon közgazdászoktól, akikkel kapcsolatban lehettem, azoknak egy része pártközpontban, minisztériumban dolgozó ember volt, tudni való volt, hogy néha 15 ezer dolláros számlákat nem tudott közvetlenül Magyarország kifizetni. Annyira feszített volt a fizetési helyzet. Újra és újra német, amerikai, aztán később a valuta alap, uniós szervekhez kellett fordulnunk, hogy rendkívüli finanszírozást kapjunk, mert különben ott voltunk a fizetésképesség szélén. Utólag, most jóval később, már a rendszerváltás után olvashattam amerikai anyagokban, kiváló amerikai szakértők, Kerekperec leírták nagyjából azt, amit szerintem érzett mindenki, hogy a magyar reformok felemások messze nem érték el a céljukat, de azért mégiscsak jelentenek valamit, föllazították a rendszert. Nem hoztak piacgazdaságot, írták a korabeli amerikai szakértő anyagok, de fellazították a berendezkedést, és így az Egyesült Államok érdekeinek nem felel meg, volt amerikai külügyi anyagban, hogy Magyarország ugyanúgy járjon, ahogy Lengyelország, nevezetesen fizetésképtelen legyen. Tehát amerikai nemzeti érdek, hogy a magyar reformok minden sikertelenség ellenére továbbra is megkapják a finanszírozást, persze a magas piaci kamatokon keresztül. És Magyarország ne boruljon be le a lengyel finanszírozhatatlan helyzetben. Most ezt folyamatosan érzékelte a pártvezetés, megint jóval később olvashattam a politikai bizottságnak, az akkori csúcsszernek a jegyzőkönyveit, ott újra és újra előjött a belső vidákba, különösen Grósz Károly beszélt róla igen gyakran, hogy itt szabad választás, meg micsoda, hát nem, el se jutunk oda, össze fogunk omlani, fizetésképtelenek leszünk, itt elemi problémák lesznek, ki kell kapcsolni az áramból néha a magyar családokat, micsoda mellébeszélés ez. Ezeket kell megúszni, már mindezeket az elemi problémákat, ez legalább 5-6-szor visszatérő elem volt a belső vitágban. És ez már egykorú érzés, Németországban hívták meg Grósz Károlyt, aki ajándékba kapott egy BMW 7-est. És akkor még fiatal emberként láttam a tévéhíradóban, és láttam, hogy ül be abba az autóba, és az jutott az eszembe ez, amit előbb mondtam, hogy ez az ember tudja, hogy elvesztette azt a versenyt, amiről Hruscsov még nem olyan régen, 20 évvel ezelőtt azt írta, hogy meg fogunk nyerni. Fölényesen, ugyanis a hruscsovi Magyarországon is a párthatározat született, de a szovjet határozat alapján, hogy 1980-ra meg fogjuk előzni az Egyesült Államokat. A 80 elmúlott, és hát a BMW 7-es továbbra is Németországba gyártották. Most ezt érzem sok tekintetben döntő elemnek. A következő generációja, tehát a Kádár utáni generációja a pártállami vezetőknek, akik nagyon vártak már arra, hogy ők kerüljenek hatalomra, hogy a lustának, műveletlennek, fölkészületlennek látszott kádári generáció után ők vezethessék az országot, már nem volt a tudatában az a képzet, hogy ez egy jobb berendezkedés. A lényegét tekintve tudták, hogy a másik berendezkedés a jobb. És ez volt az összeomlásnak szerintem a döntő eleme. És ezzel az összeomlással indultak a lejtőre, elején apró kis lépésekkel, aztán egyre erőteljesebben. Ami engem közvetlenül érintett, az az alkotmányozás volt. Érezték, hogy megremeg a rendszer, és azt gondolták, hogy alkotmányt kellene csinálni, még az esetleges rendszerváltás előtt. Már akkor is úgy érzékeltem, és egykorúan ezt is írtam, hogy az egész történet valami olyasmi, mint Ferenc József kísérletei, hogy a kiegyezést megelőzően egyoldalúan ő mondja meg, hogy milyen legyen Magyarországon a közjogi berendezkedés, mint az októberi diploma és a februári pátens. Tehát, hogy nem kiegyezés van, nem valódi konszenzus, hanem a hatalom most még egyedül az e-hatalom birtokában megmondja, hogy hosszú időre mi legyen. Sorra-sorra állította volna föl az új intézményeket, de a maga felemás módján. Hogy néhányról egy-egy szót hadd szólok. Hosszas érvelés volt, hogy a párt vezető szerepe ne szerepeljen az alkotmányban már, de ettől még számtalan dolog nem egy jogállami alkotmány lett volna.
Ott volt például az Alkotmánybíróság. Két verzió volt a fölállítására. Az A verzió az volt, hogyha valamit alkotmányellenesnek értékel az Alkotmánybíróság, akkor ez felfüggeszti annak a törvénynek a végrehajtását, addig, míg a parlament újra nem szavaz. Az A verzió az volt, hogy egyszeri többséggel, ha még egyszer megszavazza, akkor ezután már alkotmányra lesz. A B verzió fölemelte kétharmadra a szavazást. De a megsemmisítő jogkört nem tartalmazta ez a szabály. Aztán mit tudom én, az emberi jog garanciájaként szó szerint átvették azt a generál klauzula rendszert, ami az ENSZ egy emberi jogokról szóló egyesség okmányaiban szerepelt. Nevezetesen, hogy nem lehet korlátozni az alapjogokat, kivéve a közrendet, a közegészségügyet, a közbiztonságot, és még a jó ég tudja, milyen egyéb ilyen közdolgot nem érint. Ezt a Brezsnyevi Szovjetunió is alá tudta írni, ez megint nem jelentett világos korlátozást. Csupa ilyennel volt tele a berendezkedés. Ami újdonság volt, hogy meg lehetett szólalni ez ellen. Ebben az alkotmányozási vitában volt szerencsém részt venni, és a parlament egyhangulag elfogadta Kulcsár Kálmánéknak az előbb röviden értelmezett alkotmánytervezetét, ellenszavazat nélkül. Ugyanakkor már megengedett volt, hogy a HVG-be írjak egy cikket erről, és elmondjam ezeket, hogy mik a kifogásaim, és még erősebben volt egy országgyűlési tudósítások nevű magántulajdonban megjelent újság, amit minden képviselő megkapott, ott valami 118 pontba foglalhattam össze, hogy szerintem ez miért nem jó. Teljesen elképzelhetetlen lett volna ez akár 3-4 évvel korábban is. Maga az egyhangú szavazás után maga a miniszter nyilatkozott a televízió főműsor idejében 8 órakor, hogy másnap 8 óra 0 perckor elkezdik az új alkotmány szövegezését, és aztán nem ez lett belőle, hanem a kerekasztal jött, és az alkotmányozás lényegileg átvette a kerekasztal tárgyalás, és teljesen új forgatókönyve indult az egésznek. A dologhoz megint volt valami közöm, talán a szerencse is szerepet játszott. A mozgolódó ellenzéki pártokban közjogás alig-alig létezett, olyan típusú tudás, ami nekem volt, kevéssé volt meg. És a pártállam pedig elfogadta azt, azt hitte, hogy ő nagyon erős. A magyar pártállam nem félt. Volt egy döntő különbség köztünk és Lengyelország között. Lengyelországban világos volt, hogy ha szabad mozgások indulnak, akkor jön a szolidaritás, és az mindenféle választáson lesöpri az ottani pártállamot. A pártállamnak esélye sincs a szolidaritással szemben. A szolidaritás már messze nem volt olyan erős, mint 81-ben, amikor 10 millió tagja volt, de még most is meglehetősen erős volt. És amikor Lengyelországban valahogyan rákényszerült a hatalom arra, hogy piaci reformokat csináljon, de ezeket csak úgy tudta megcsinálni, hogyha a szolidaritás legitimitását elfogadja. És a tárgyalások tárgya valamiféle hatalom megosztás volt, hogy hogyan fognak osztozni a hatalomban. Ki hány százalékot kap valójában, ezt osztották szét. Szabad választásokat csak a szenátusi választásokon engedtek, a normál szájválasztásokon előre szétosztották a mandátumot, és ez volt az alkutárgya. Magyarországon a pártállam nem fél tőlünk. Én állandóan arra készültem, hogy majd előjön a lengyel típusú alkuval, de sose jött elő. Egyetlen egy gesztus tett ebbe az irányba, amikor már folytak a tárgyalások, és megszületett a lengyel megállapodás, egyszer csöngettek nálam otthon, és egy futár volt a pártközpontból, aki a lengyel megállapodás magyarra fordított szövegét hozta, egy kísérő levéllel, hogy ajánlja a figyelembe. Vég arra gondoltam, hogy ezen az alapon majd valami hasonló osztozkodást fognak fölvetni, de sosem tették meg. Sőt, már a kiinduló ponton elfogadták a szabad választások elvét. Leghatározottabban azt képzelem, hogy döntően azért, mert azt gondolták, hogy szabad választásokat is fölényesen meg fog nyerni a pártállam. Kicsi és nyomorult ellenzéki pártok vannak, alig meglévő tagsággal, némi értelmiségi háttérrel. A hatalmas pártállam, a népszerű Kádár rendszernek az emberi, ezt le fogják győzni. És az az érzésem, hogy a kiinduló ponton igazuk is volt. Nagyjából a helyzetértékelésük helyes volt. Úgy általában beszéltek tárgyalásokról, kiegyezésről, mindenről, és mikor elkészült ez az alkotmány szöveg, a Tudományos Akadémia épületében meg is hívták úgymond az összes társadalmi szervezetet, az új ellenzékieket, meg a régieket is. ABC rendben vagy 40 szervezet ülte volna körbe az asztalt, hogy beszéljük meg ezt az alkotmánymódosításnak a szövegét. Valahogy úgy éltem meg a dolgot, hogy ez olyan tipikus kívánság hangverseny lehet.
Minden ellenzéki szervezet kap körülbelül 2 percet, hogy megszólaljon, rengeteg, 40 szervezet lett volna, tehát még a 2 perc is nagyon bőkezűnek számított volna, és a Magyar-Szovjet Baráti Társaság meg a nőtanács között megszólalhatott volna valamelyik szervezet, és azt gondoltam, hogy nem erre van szükség, hanem valódi tárgyalásra, ellenzéki és hatalom között. Az ellenzéki kerekasztal túlnyomó része azt gondolta, hogy meghívtak, tehát el kell menni. Tulajdonképpen egy szervezet volt, aki azt mondta, hogy nem kell elmenni az én pozícióm mellett, ez a Fidesz volt. Könnyű helyzetben volt Orbán Viktor, mert a Fidesz nem hívták meg erre a tanácskozásra. Tehát nem szólt a fiatal. Mondván, hogy van egy fiataloknak szervezett kerekasztal, ez a MISZOT, hogy ott a Fidesz ott képvisel, de ebben a nagy kerekasztalban nem kapott meghívót. Egy hosszú vita volt a kerekasztalon erről, hogy mit gondolunk róla. Végig azt úgy éltem meg a dolgot, hogy az lesz a vége, hogy elmegyünk, és hogy hogyan lehet kármentésként valahogy kibújni a bajból, ezen törtem a fejemet. Még nem Csurka István egyszer, aki a kerekasztal tagjaként ott volt, és újságot olvasott már kínjában, mert ő sem szívelte ezt a sehova se vezető vitát, és fölkiáltott, hogy az új márciusi front sem megy el. Az Nyers Rezső, Vitányi Iván, Bauer Tamás és másoknak a szervezete volt. És valami, hogy nem eléggé meggondolt, meg nyilatkozott Vitány Iván, hogy nem mennek el, és akkor a Csurka fölbődült, hogy mit, már 4 órája vitatkozunk ezen, hogy elmegyünk-e vagy se, hát ha ezek sem mennek el, mi sem menjünk. Úgy mondjam, a személyes történetemet mondom most. Egyébként ilyet még sose tettem, mindig kívülálló elemzőként beszéltem ezekről a dolgokról, de most élve az alkalommal személyes történetet mondok. Én úgy éltem meg, hogy ez így nem maradhat, hogy minket hívogatnak, hanem valami pozitív tervvel kell előállni a következő hétre. És készítettem egy szöveget, hogy miről tárgyaljunk, kivel tárgyaljunk, kik legyenek a tárgyalók, milyen törvények legyenek benne, és hol legyen a tárgyalás. És még a neveket is mondtam, hogy kik bíz meg az ellenzéki kerek azt a teljes felhatalmazással a tárgyalásokra, hogy ezt ne lehessen visszautasítani. Vagy hogyha visszautasítja a pártállam, akkor azt lehet mondani, hogy na ők azok, akik nem akarnak tárgyalni. Ebben benne volt, az volt a lényege a szövegnek, hogy nem elvekről tárgyalunk, nem reményekről tárgyalunk, nem célokról tárgyalunk, hanem törvényekről tárgyalunk, törvényszövegekről tárgyalunk. Csak azokról a törvényekről tárgyalunk, amelyek az első szabad választásokhoz kellenek. Tehát választójogi törvényről, illetőleg tág értelemben arról, ami egy választáshoz kell. Nem tárgyalunk alkotmányról, az majd a következő országgyűlés dolga. Alkotmány részekről tárgyalunk, olyan akkor, amit csinált az ellenzék, az tulajdonképpen bűncselekmény volt. Élénken élt az ember fejében mondjuk a Bibó per. A bibóiek semmiféle fegyveres harcba vagy ilyesmiben nem vettek részt. Értelmiségi szövegeket készítettek, és hát a legfőbe járóbb államellenes bűncselekményért marasztalták el őket. Lázadás, összeesküvés és azonárulás tényállása miatt, és örülhettek ugye, hogy nem halálbüntetés, hanem csak életfogytiglant kaptak. Még az sem volt biztos, hogy megúszták a halálbüntet, és ugyanezek a tényállások voltak lényegileg a BTK-ban, mind amely alapján 56-ban hoztak ítéleteket. Ezért fontosnak látszott, hogy az alkotmányból kisöpörjük az összes szocializmusra vonatkozó normatíválitást. Pártvezető szerepére, mi egyévre vonatkozó normatíválitást, illetőleg a büntetőjogot úgy írjuk át, hogy az erőszakra fel nem hívó cselekmények, tehát a rendszerváltoztatást kívánó, de erőszakra fel nem hívó cselekmények ne lehessenek bűncselekmények. És plusz még egy ideglenes sajtószabályozást szerettünk volna, ja, meg népszavazási törvényt. És körülbelül ez volt a csomag, és nem alkotmányozást. Azt képzeltük, hogy ez igenis országgyűlési feladat, ezért azt gondoltuk, hogy az országgyűlés épületébe folyjon a tárgyalás, jelezve, hogy a szuverenitást ezen a ponton átveszi ez a tárgyalás. Méghozzá úgy, hogy a felek kötelezzik magukat arra, hogy minden rendelkezésre álló eszközükkel a megszületett megállapodást megpróbálják végrehajtatni a saját embereiken keresztül, és az ellenzék megnevezte ezt a 2 embert, ezt is fontosnak véltem, aki felhatalmazott a tárgyalásra, az egyik Sólyom László volt, a másik Jómagam. Még aznap elfogadta az MSZP ezt a tárgyalási ajánlatot, és elkezdtünk tárgyalogni, majdnem 3 hónapig tartott ez az egész. Újra és újra megszakadtak a tárgyalások, újra és újra kalamajka volt, újra és újra bejelentette a másik oldal, hogy nem is ismer minket, és nem is állt velünk
szóba. Hosszú volna elmondanom az egész történetet, nem is teszem meg. A dolog lényege, hogy végül tárgyalást választott a pártállam, nagyon jellegzetes időpontban, a Nagy Imre temetés előtti hétvégén aláírta ezt az alapmegállapodást, de elfogadta a szabad választások elvét. Elfogadta azt, hogy Magyarországon előzetes megkötések nélkül lesz választás. Nagyon jellegzetesen a helyre a pártközpontban írtuk alá ezt a megállapodást egy nagy Lenin kép alatt. Ott mögöttünk egy jókora nagy Lenin kép áll, de a Lenin kevesebbet számított, a megállapodás tartalma számított. A pártállam vezetői világosan beszéltek, hosszas szövegező tárgyalgások voltak, és egy ilyen tárgyalási szünetben az illetékes KB titkár Fejti Györgynek hívták, megkérdezett, hogy mit gondolok, mi lesz a temetés után, már a Nagy Imre temetés után. És hát valami olyasmit mondtam neki rám nagyon jellemző módon, hogy szaladni fognak haza az emberek. Hosszú lesz a temetés, szörnyű hosszú beszédek lesznek, mindenki már arra gondol, hogy lecsúszik az evédről, és minden igyekezni fog, ez semmi nem lesz utána. És utána nagyon hosszas hallgatás után, ilyen nagyon megfontolt, puha hangon valami olyasmit mondott, hogy 56 óta nem volt ilyen Magyarországon, hogy olyan sok ember legyen az utcán, ami rendészeti eszközökkel kezelhetetlen, mondta. És hát tényleg, tehát ott olyan sok ember volt, hogyha azok megindulnak valamilyen irányba, az ő szakkifejezését használva rendészeti eszközökkel kezelhetetlen, vagy csak nagyon durván kezelhető. Határozottan az a volt az érzésem, és most is így gondolom, hogy azért indultak el már az érdemi tárgyalások 3 hónap szenvedés után, hogy a pártállamban 56-os képzetek mozdultak meg, hogy ott lesz egy csomó ember, Isten tudja, mit fognak csinálni, ne csináljanak olyasmit, amitől ő fél. Szerintem ez minden alap nélküli félelem volt a magyar viszonyokat nézve, és ezért indult el a tárgyalás. És itt egy kis megállást kell tenni. Ma úgy tűnik, hogy minden előre el volt döntve, és világos volt, hogy a Szovjetunió össze fog dőlni. Most ez egyáltalán nem így volt. Valahogy 89 tavaszától lényegében minden nyugati vezetővel hosszabb, rövidebb időre találkozhattam. Egybehangzóan azt mondták, szinte szó szerint ugyanazt mondták, egy kivétel volt az akkori budapesti amerikai nagykövet, akit nem sokára vissza is hívtak, hogy maguk meg vannak őrülve. Itt van ez a fantasztikus Gorbacsov, akivel egy csomó enyhüléshez vezető lépést tettünk, aki egy csomó nagyszerű reformot elindít, maguk itt állandóan cincálják az oroszlán bajszát, ebből megint szükségállapot lesz, nem felejtik el, hogy mi volt 81-ben. Maguknak egész rendes kommunista vezetőik vannak, álljanak be mögéjük, és akkor majd minden rendben lesz. És egyébként meg milyen bajba kerülünk, ezt már nem mondták, de érezhető volt, milyen bajba kerülünk, mert nem fogunk tovább üzletelni ezzel a nagyszerű Gorbacsovval. Egyáltalán nem volt világos, hogy rendszerváltás lesz. Sőt, azt tűnt evidenciának, hogy lehet, hogy két ország elindul egy irányba, mi meg Lengyelország, de az összes többi országban elég sokáig még marad, ami van. Októberben volt, nem is tudom hány éves az NDK, talán 40 éves, és akkor az NDK vezetői még a Honecker azt mondták, hogy ez a fal még évtizedekig állni fog, és már nem volt akkor másfél hónapja a falnak. De hogy ez így fölgyorsul, azt nagyon-nagyon kevesen látták előre, és főleg nem látták a nagyhatalmaknak a vezetői. Egy mozdíthatatlan, hatalmas erővel rendelkező valaminek tűnt a pártállam. Tehát folyamatos szöveg most, hogy miért nem oldottuk meg a titkosszolgálatok ügyét mondjuk 89-ben, és miért nem mutattuk meg a beépített embereknek a dolgát. Tehát az ég szerelmére. A valódi kérdés számunkra az volt, hogy eljutunk el szabad választásokig, vagy se. Vagy már előtte lekapcsolnak minket, és valamilyen módon, ugye a legfrissebb korábbi élmény a lengyel szükségállapot volt, itt mindenkit szépen lecsuknak. Nem itt egy percig se gondoltam, én nagyon fiatal voltam. Számomra a Szovjetunió egy elesett valami volt, nincsenek 56-os élményeim. Tehát sose olyan rémképek, hogy majd jön az orosz tank és elkezd lőni, ilyet soha meg nem fordult a fejembe. De a lengyel szükségállapotra mindenki élénken emlékezett, ugye 8 évre voltunk utána. A föl sem merülhetett, hogy mi majd megbüntetjük a másik oldalon levőket, hogy mi úgymond elengedtük a büntetést pusztán a tárgyalás aktusávét. Egyetlen egy dolog volt, hogy eljutunk el szabad választásokig. És az a remény volt bennünk, hogy eljuthatunk nagyon nehezen is, sok szerencsével meg mindennel. És a rossz példa pedig az lett volna, hogy egyszer csak azt mondja a pártállam, hogy ennyi volt, és mégse megy tovább, megszakítja a tárgyalásokat, és visszaállítja a korábbi berendezkedést. És körülbelül ez volt a valódi lehetőség. A magyar társadalom alig-alig mozdult meg.
Sorra voltak visszahívások az országban, és történtek ilyen idő előtti választások. És nagyon sokszor nem sikerült képviselőt választani. Egy volt közöttük, ha jól emlékszem, sőt biztosan emlékszem, Kicskun Félegyházán, ahol valami 4 vagy 5 forduló volt, és utána se lett 50%-os részvétel. Az emberek nem voltak hajlandók elmenni szavazni, és vissza volt hívva már az egykori kommunista képviselő, de újat nem akartak választani. Általában választottak döntően MDF-eseket, egy helyen egy SZDSZ-est, de nem volt valami nagy rendszerváltó lelkesültség. Amire a legélénkebben emlékszem, Orbán Viktornak az a híres beszéde, ami csomó véletlen miatt hangozhatott el úgy, ahogy elhangzott. Szabályos, az Orbán Viktor népszerűsége rögtön 15 pontot esett. A Jogtudományi Intézettől kezdve az utcai megszólalókig mindenki azt mondta, hogy állítsák meg azt a fiút, hát meg vannak őrülve, hát ránk hozza az oroszokat. Ha valamit nem akart ez az ország, az az, hogy legyen egy radikális váltás. Ez egészen a berlini fal összeomlásáig Magyarországon evidenciának számított. A berlini fal összeomlása után meg láncüvegszél szerint félresöprődött minden. De akkor már túl voltunk tárgyalásokon minden egyébben. A valódi kérdés az volt, hogy eljutunk-e a szabad választásokig, és ez a magyar metódusba sikerült. Hogy ugorjak nagyot. A tárgyalások a dolgoknak csak egy részét oldották meg. Az alapvető kiinduló pontja a kerekasztalnak az volt, hogy nem alkotmányozunk, és az alkotmány igen jelentős részét úgy is hagytuk. Az alkotmánybíróság is egy utolsó pillanatban, az utolsó hétvégén került be az alaptörvénybe. Egyetlen egy szombati nap történt le meg a megtárgyalása. Megint egy személyes történet. Elolvastam akkor, tehát, hogy összefoglalom az egész alkotmányt, és eszembe jutott, hogy ez egész tűrhető ez az alkotmány. Ez már méltó a védelemre, talán az alkotmánybíróságot még bele lehetne tenni. Ez most már inkább javára volna a dolognak, mint kárára. Az ellenzéki vezetők egybehangzóan azt mondták, hogy nincs igazán kompetenciájuk erre, döntsem el, hogy melyik utat válasszuk. Így az alkotmánybíróság bekerül. De ugyanekkor a későbbi miniszterelnöknek, Antall Józsefnek javasoltam, hogy tegyük rendbe a kormányt is már. A kormány jogállása teljesen olyan volt, mint a szovjet népbiztosok tanácsa. Tehát szó szerinti átvétel volt a sztálini alkotmányból. Egy régi kedves jogász kolléga mesélte, hogy ő közvetlenül Bér Jánostól és Szabó Imrétől, akik a 49-es alkotmány szövegezői voltak, hallotta, hogy a végső szövegezésnél ott ült a Rákosi a sztálini alkotmánnyal, és bármi nem nagyon hasonlított hozzá, az komoly indoklást igényelt a Rákosi felé, hogy miért eltérő. Na most a kormány jogállás az lényegileg szó szerinti átvétel volt ez a dologhoz. Na, azt például szó szerint úgy hagytuk. Igazság szolgáltatással kapcsolatos összes testület úgy maradt az alkotmányban, mármint a bírósági szerkezetre, a legfőbb ügyészségre vonatkozó tételek mind. Az önkormányzati rendszer szintén. Az alkotmány mondatai szövegében legfeljebb fele részt változtak meg. Volt egy jelentős hézag. És ezen túl történt még egy baleset, egész biztos, hogy talán még a mostani politológiai könyvekben is benne van, hogy ez egy tudatos döntés volt, pedig a leghatározottabban állítom, hogy nem így volt. Ez a kétharmados törvényeknek a köre. Bekerült az alkotmány, én éppen szabadságon voltam, enyhe mentség, de éppen szabadságon voltam, bekerült egy utaló szabály, hogy az alapvető jogokra és kötelezettségekre kétharmados törvény vonatkozik. Mikor láttam, olvastam a szabályt, és nem gondoltam rá arra, hogy lesz egy alkotmánybíróság, aki azt mondja, hogy az adótörvényekre ezek szerint kétharmados törvény vonatkozik. Mert az adó ugye alapvető kötelezettség, és kétharmados törvény vonatkozik rá. A Magyar Alkotmánybíróság egyik első döntése az volt, hogy bevezette a kormány a kamatadót, hatalmas infláció volt, és erre kivetett adót a kormány. Az Alkotmánybíróság nem akart a dolog érdemével foglalkozni. Ez egy nagyon komoly alkotmányjogi kérdés. Később foglalkozott vele, és azt mondta, hogy egyszeri alkalommal ez lehetséges a rendszerváltásra tekintettel, hogy ez így keletkező. Nem is tudom, minek nevezzem, jövedelemnek, mondta a kormányt, megadóztassák. Ekkor nem foglalkozott vele, hanem azt mondta, hogy mivel nem kétharmaddal fogadta el az országgyűlés, alkotmányellenes a törvény. Most ez világossá tette, hogy Magyarországon egy furcsa helyzet van, amiből kisegíthetett volna egy aktivista alkotmánybíróság minket. Magyarországon egy furcsa helyzet van, hogy a költségvetés kiadási oldala az egyszerű többséges. Ugye ez világosan benne volt az alkotmányban, hogy az egyszerű többséges. Az adótörvények, tehát a bevételi oldal meg kétharmados. Egy totális abszurditás volt. Világos volt, hogy ezekkel valamit csinálni kell. Most ezen az alapon született az MDF-SZDSZ megállapodás.
amiben nekem még számottevő részem volt. Én az egészet úgy éltem meg, mint a kerekasztal folytatását. Tehát azoknak a dolgoknak, amik nincsenek rendben, azoknak a helyretételét. És erre csak úgy ráadásként jött a Göncz Árpád elnöksége, amit én jóval bonyolultabbnak és hosszabbnak látok, nem fogok belekezdeni, hogy mit gondolok róla, mint ahogy azt általában látni szokás. Most furcsa mód, hogy ezzel tulajdonképpen az a politikai szerep, amit én betöltöttem, nagyjából véget is ért. Tehát azt, amit szívesen csináltam, jókedvűen csináltam, és nagyon hamar konfliktusba kerültem, először a saját pártommal, aztán sok-sok minden mással. Valamit erről is beszélnem kell, de viszonylag röviden. Én végig azt képzeltem, hogy akkor érdemes az embernek pártoskodni, hogyha az egy jelentős erő. És valahogy úgy képzeltem, hogy azok a pártok jelentősek, amelyek néppártok, amelyek sokféle választóközönséget meg tudnak nyerni, nem valami szűk csoportot fejeznek ki. Az SZDSZ eredetileg ilyesminek készült. Egy polgári, radikális értelmiségi csoportnak volt a nyugatos mozgalma. Én első pillanattól kezdve azt képzeltem, hogy ez nem jó. Ez egy nagyon szerencsétlen kelet-európai értelmiségi szerep, ami nagyon sok kárt hozott a magyar történelemben, és ezt, ha már van ekkora intellektuális töltet, szervezeti tapasztalat, mi egyéb az SZDSZ-ből, ebből egy jóval nagyobb erőt is lehetne csinálni egy néppártot. Egy olyan néppártot, amely a nyugatos polgárosodásnak a pártja, ha úgy tetszik, csak hogy a nyugatos polgárosodás pártja az nem lehet a nemzeti hagyománnyal így ellentétes, nem lehet a nagyegyházakra dühösen haragvó, antiklerikális valami, és így tovább, és így tovább. A 89-es népszavazás története, és a 90-es választás egy időre úgy tűnt, hogy, és az MSZP-nek az összeomlása, aminek korábban nem voltak előjelei, a 89-es közelkutatások az MSZP-t, akkor még MSZMP-t bőven 30% vagy 40% fölé mérték. Érdekes módon pont ugyanannyira, mint amennyire 94 után képes volt a párt. Tehát ez egy átmeneti megingás volt, de akkor nem lehetett tudni, hogy mennyire átmeneti. Sok országban, sőt típusosan az ilyen pártok, mint a mi MSZP-MSZMP-nk eltűntek. Van kivétel Lengyelország, de Isten igazában az egész ciklust végigvívően utolt pártok tulajdonképpen sehol se voltak. A lengyel párt is egy idő után eltűnt. Tehát a magyar Kádár korszak, hogy mondjam, utózmánya, következménye az MSZP tartós létezés egyáltalán nem volt eleve determinált, és a többi országban egyáltalán nem alakult feltétlenül így a politikai szerkezet. Most ebből származóan nekem az SZDSZ-szel rengeteg vitám volt, és a közvetlen aktuálissá az akkori miniszterelnök megítélése vált döntő elemmé. Nekem az akkori miniszterelnök Antal József egy kedves ellenzéki kerekasztalbeli kollega volt, akivel a legjobban együtt lehetett működni a kerekasztal mellett, és ő is ilyesmiket mondott, négy szem közt is, de nyilvánosan is. Rólam általában azt nyilatkozta, hogy kisiskolás kora óta senkivel nem ült annyit egy padban, mint a kerekasztalban velem. És valamiféle ilyen lojalitás volt közöttünk, egy kifejezetten jó munkakapcsolat. Azt képzeltem, hogy ő a jobb oldalt képviseli Magyarországon, és egy kis kitérővel megjegyzem, az, hogy kell jobb oldal, azt a térségbe először Antal József találta ki. Tehát lehet, hogy furcsát mondok, hogyha Antal József nincs, akkor a rendszerváltás meglehetősen hasonlóan zajlik le, mint ahogy lezajlott. De van egy dolog, amit csak ő talált ki. Itt az összes korai mozgalom mind valamilyen értelemben baloldali volt. Vaszláv Havel mozgalom, a Valenzáéki. Voltak jobboldali vonása is, de alapvetően nem a jobboldalt megjelenítő valami volt. Antal József jött először elő a térségbe, hogy ide jobboldal kell. Hogy valami olyasmi kell, ami a nyugati kereszténydemokrácia, a nyugati konzervatizmus, és ez kell. Kicsit később, egy másfél évvel később az első követője Vaszláv Klaus volt. Ez egy hatalmas nagy váltás volt az MDF történetében. Sok MDF-es máig nem érti ezt igazán, máig nem érti a tartalmat. És az belső MDF mitológiában Antal József sokszor úgy jelenik meg, mint a pártot ellopó, elorzó, kívülről küldött ember, aki elrabolta a régi nagyszerű baloldali népi harmadik utas MDF-től ebbe a gonosz jobboldali irányba. Én azt képzelem, hogy Antal inkább megmentette az MDF-et, és megnyerte neki a választást. Az az MDF, ami az Antal előtti MDF, az valószínűleg elveszíti a választást az SZDSZ-szel szemben. Az Antali megnyerte. Valójában úgy képzeltem a fölállást egyáltalán, és ebben sok tekintetben tévedtem, valahogy úgy képzeltem az egész magyar átmenetet, hogy itt valami olyasmi történhet, mint Spanyolországban.
Nekem két nagy élményem volt, friss élményem. Az egyik a lengyel szolidaritás, a másik a spanyol demokratikus fordulat. Most tudtam, hogy Spanyolország nagyjából Magyarország szintjén áll történelmileg. Most már azt is pontosan tudom, hogy kicsit alatta. Tehát egy 10%-kal a bruttó hazai terméket tekintve Magyarország alatt volt. Spanyolország történelme egy nagyon nehéz történelem. Ugye egy iszonyú polgárháború volt, ami sok tekintetben csúnyább spanyol történelmet csinált, mint a mi Horthy rendszer körüli történetünk. Nálunk a holokauszt okozott rengeteg áldozatot, illetőleg a háborúban rengetegen meghaltak, de azért nem egymás elleni polgárháborúban. A legszerényebb spanyol adatok is 350 ezer halottról beszélnek, mármint egymás közötti halottról, és mindenféle egyéb atrocitásról. És ehhez képest Spanyolország képes volt meglehetősen rövid idő alatt, nagyjából 25 év alatt fölzárkozni a nyugati szintre. Voltak olyan évek, mikor megelőzte Olaszországot, ami egy nagyon nagy teljesítmény, és egy sok tekintetben egy mintaszerű demokráciát csinálni, bal-közép és jobb-közép váltó gazdaságára alapozva. Most azt gondoltam, hogyha ez a spanyoloknak sikerülhetett nem sokkal előttünk, akkor ez miért ne sikerülhetne nekünk is? Most már nem sikerülhetett, egy kicsit később fogok ezzel foglalkozni, de ez volt nagyjából a politikai képletem is, hogy valami ilyesmi kéne. És a másik oszlop volna az SZDSZ, aminek én akkor országos listavezetője, frakcióvezetője, mit tudom én, micsodája voltam. Most a párt régi polgári radikális része egy darabig elfogadta, amit javasoltam, a megállapodás ezen az alapon született. Elfogadták azt, hogy az SZDSZ-nek is jobb, ha az Antal József a miniszterelnök, és nem a népi, régi, velük szemben álló, dühösen szemben álló harmadik utas népi mozgalom, de ez nagyon hamar, már 90 nyaván gyökeresen megváltozott. Az SZDSZ elitje Antal Józsefre egyre inkább a Horthy rendszer megismételőjét, a régi magyar úri politika képviselőjét kezdte látni, és különösen négyszemközti beszélgetésekben egyre gyakrabban elhangzott, hogy az ilyen urak hozták ránk a holokausztot. Nem ők maguk csinálták, de mégis ők állítottak olyan helyzetet elő, ami ahhoz vezethetett Magyarországon, amihez vezetett. Két világháborús vereséghez vezetett ez a politika meg holokauszthoz, meg ezer bajhoz. Szerintem ez nagyon igazságtalan volt Antallal szemben, és akkor már megjelent a kartás politika, mi egyéb, hogy a magyar demokrácia a legfőbb veszély az MDF. Na most én az MDF-et ellenfélnek láttam, de nem ilyen ellenfélnek. Most ebből az SZDSZ-en belül halálos küzdelem alakult ki. Nem szívesen beszél róla az ember, de rögtön az önkormányzati választások estéjén, ami az SZDSZ történeteknek a legnagyobb sikere volt. Akkora siker volt, hogy ezt megismételni csak 2010-ben tudta a Fidesz. Senki nem győzött addig önkormányzati választáson az SZDSZ. A párt régi alapító vezetői felszólítottak, hogy mondjak le a tisztségeimről. Én azonnal lemondtam, és tulajdonképpen ettől a pillanattól kezdve az igazán olyan politikai pályafutásom, hogy azonosulni tudnék, számomra be is fejeződött. Még utóvét harcokat folytattam, egy időre, egy évre sikerült a másik oldalt legyőzni, de abban már semmi köszönet nem volt. Tehát mai fejemmel, amikor ide jártam az ELTE-re, fölkértek arra, hogy esetleg legyek római jogász. Végig arra gondoltam, bárcsak inkább lettem volna római jogász, mint hogy végigcsináljam ezt a szörnyű SZDSZ-en belüli történetet. De számomra az volt az érdekes, hogy ez egy hibás politika, és bajhoz fog vezetni Magyarországon, és az is világos volt, hogy az SZDSZ egyre inkább veszíti el az önerejét, és az MSZP lesz a másik oldal vezető pártja. Most szemérmetlenül azt kell, hogy mondjam, hogy talán elsőnek vettem észre ezt Magyarországon. Mármint, hogy az MSZP lesz az első párt. Nagyon sokáig közönkutatások egész mást mutattak. A Fideszt hozták ki nagyszerű diadalmas pártnak. Sokok miatt én úgy gondoltam, hogy a közönkutatások tévednek. Az egyik volt, hogy volt egy csomó előrehozott ilyen időközi választás, és a Fidesz piszok rosszul szerepelt, az MSZP meg már 91-ben is nagyon jól. Aztán láttam értékvizsgálatokat, amik kihozták, hogy a magyar társadalom mi a térségben, a visegrádi országokkal egybevetett, Szlovákiát kivéve, tehát Lengyelországgal, Csehországgal és Szlovéniával egybevetve, meglehetősen kádári típusú a magyar értékrendszer. Nem nyugatos. Nem szereti a piacot, nem szereti a kapitalizmust, és a demokráciáért se rajong. Számomra az egyik legmegrázóbb élmény a választások estéjének az éjszaka volt 90-ben. 65%-os részvételünk volt, ami kimagaslóan a legalacsonyabb volt a térségben, még Romániában is 88%-os volt az első választáson a részvétel. Az igazán sikeres országokban, Csehországban, Észtországban meg 95. Ami
valahogy úgy hozta a sorsom, hogy talán háromszor is éltem meg nyugat-európai fővárosba választást. És hát tudom, Párizsban például, hát olyan karneváli hangulat volt, véletlenül a VB döntő estéjén is voltam Párizsban, szinte hasonló volt, a győztesek úgy ünnepeltek. Budapest 90 márciusában, amikor a választás volt, olyan volt, mint egy kísértett kastély. Olyan üres volt a város, mint esetleg január 2-án. Teljesen kihalt, mint a halál. Úgy villóztak a televíziók, de ember egy élő lélek az utcán. Eredmény se volt. Mármint csúszott az eredmény megállapítás, de senki nem örült, mindenki félve és ambivalensen nézte az egészet. Iszonyú rossz érzéseim voltak az egészet illetően, és utána pedig láttam, hogy jön föl a szocialista párt, és egyre inkább arra gondoltam, hogy itt a politikai tagoltság szocialista párt és a többiek lesznek. 92 körül azt kezdtem képzelni, hogy nem a Fidesz a vezető erő, a Fidesz is egyre kisebb lesz, hanem a szocialista párt. És a szocialista pártról én sose voltam párttag. Kulturálisan tőlem ez a párt távol állt. Horn Gyulát az akkori időknek a legzseniálisabb vezetőjének tartom. Elképesztő módon kiszolgálta a néphangulatot. Azokban az időkben többször léptem fel közösen. Utána napokig vele álmodtam. Elképesztő módon aktivizálta a leghagyományosabb magyar sérelmi politikát. Azt, amit a dualizmus korában is csinálták, elmondta, hogy bántják a magyart. Hogy milyen szörnyű, hogy milyen szegények az emberek. Az egyik klasszikus példára most is emlékszem, muszáj elmondanom, valami olyasmit mondott, hogy gyógyszertárban volt gyógyszert kiváltani, és előtte volt egy néni, aki odaadta a gyógyszereit, mondták, hogy mibe kerül, és utána visszakérte, hogy nem tudja kifizetni. Idáig jutott, mert utána fölállva tapsolták meg. Az összes üzenet az volt, hogy ezt nem fogja hagyni a Horn, hogy ilyen előforduljon. Véletlenül se a későbbi bokros csomagra utalt, hanem erre a mélység és együttérzésére. Ez a klasszikus sérelmi politika volt, és minden gesztusával azt mondta, hogy ha a szakértelem győzne, mármint ők, akkor nem lenne ekkora ára a rendszerváltásnak. Most az összes adat azt sugallta akkor, és ilyen adatok egykorúan is voltak, hogy ha hibázott a magyar kormány, az abban hibázott, hogy nem terhelte rá az emberekre eléggé a rendszerváltás árát, hanem adósságot vett föl, elküldte az embereket nyugdíjba, meg mindenhova, és újra kádári módon reagált. Megnézegettem, hogy a visszaesésünk az első ciklusban nagyjából 20% körüli, ez szinte azonos a visegrádi országokkal, az egyik legjobb. A nagy eltérés nem a visszaesés mértékében volt, hanem hogy a reálbérek hogyan alakultak. Nálunk 20% visszaesés mellett a reálbérek csak 10%-kal csökkentek, a többiből adósság növekvény lett. Mert félt a kormánya, úgy tetszik az országtól, és kádári reflexek módjára cselekedett. Ha valamit számon lehetett volna kérni közgazdász logikával Antal Józsefen, ez. Hogy miért ezt csinálta. Aztán meg is történt ugye a böjtje a bokros csomag képében, amikor egy csapásra visszavették az elmaradt erőforrásokat, mert nem lehetett más tenni, de pontosan az ellenkezőjét mutatta föl a kampányba Horn Gyula. Klasszikus kádári politikus volt, egyensúlyozott a kisemberek igényei és a reform szükséglet között. A kádári politika régen, 10 évvel korábban a huszákhoz képest szépnek és reformernek tűnt, de már a szolidaritás kormányokhoz, vagy a Klaus kormányhoz képest már gyenge pozíció volt. Egyet ide, egyet oda. Horn Gyulához két dolgot lehet kötni, az egyrészt a bokros csomagot, ami egy csomó reform eleme is volt, másfelől meg a nyugdíjas kedvezményt, ami máig megoldhatatlanná teszi a különböző tömegközlekedés, BKV-nak, MÁV-nak és egyébnek az ügyeket, és reménytelenné tette. Egyik kezével ezt lépte, a másikkal azt. Most én azt képzeltem, hogyha volt értelme egyáltalán az én politizálásomnak az, hogy legyen valami más is. Tehát ne csak a baloldal legyen meg a Horn Gyula, hanem valami más is. És ez a más a régi ellenzéki kerekasztalban mutatkozott. Mikor szegény Antal József meghalt, én aznap beszéltem vele, és hát az volt a kérés, erről soha nem beszéltem most, de azt hiszem most olyan rég történt, hogy beszélhetek róla, az volt a kérdése, hogy ezt ne hagyjuk. Nem azért csináltuk a kerekasztalt meg minden fenét, hogy visszajöjjön a régi pártállam, próbáljuk megakadályozni. Én szörnyű alak vagyok, meg azt mondtam neki, hogy ezt lehetetlennek tartom. Ezek egyszerűen eldőltek, csak az a kérdés, hogy meg lesz-e az abszolút többsége az MSZP-nek, és az a tippem, hogy meg lesz, ezt le is írtam, tehát nem pusztán neki mondogattam. És az SZDSZ biztos, hogy kérdezte, hogy mit gondolok az SZDSZ, mondtam, biztos leveheti. És kétharmad fölé fog kerülni a koalíció. Az SZDSZ vezetői már másról se tudnak beszélni, mint mi lesz majd, ha hatalomra kerülnek, és ez csak úgy lehetséges, hogy mennek. És hogy ezt hagyjuk-e?
Hát az volt a válaszom, hogy ezt nem volna szabad hagyni, mert ez nem lesz jó. Ez nem lesz jó Magyarországnak, ez egy hatalmas, túlsúlyos valami lesz, és hát azzal búcsúztunk el, azt mondtam neki, hogy nekem már nincs saját pártom, de a Viktornak még van beszélvele is. Aztán én is hoztam össze az Orbán Viktorral való beszélgetését, de erről már nem tudok szólni. Tehát a dolog lényege számomra az volt, ha van nekem közéleti szerepem, amitől már féltem és szorongtam, és állandóan bennem volt a fejem, hogy mennyivel jobb lenne római jogásznak lenni az eltér, mennyivel békésebb dolog lett volna. De ez, hogy a másik oldalon legyen valami. Aztán ugye Antal József rögtön meghalt, jött a választási eredmény, ami bekövetkezett, és valahogy azt képzeltem, hogy akkor bizony össze kell hozni megint az ellenzéki kerekasztal összes erejét. Mindenkit arra próbáltam, MDF romokat, KDNP romokat, mert ott is volt pártszakadás, hogy ez valahogy szülessen meg a Fidesz bázisán. Most az az igazság, Orbán Viktorral kapcsolatban sose voltak illúzióim. Őt a kerekasztalnál ugyanúgy megismertem, ahogy Antal Józsefet is. Egy közvetlen kollega volt, szoros jó barátságban voltunk, de ez az akciódús, hatalomközpontú, a dolgokat erővel elintézni való politika az első pillanattól kezdve jellemvonása volt. Általában reggel egy negyedórás beszélgetés időmbe tellett, hogy lebeszéljen valami ilyen típusú akcióról folyamatosan, és ez nagyon bennem volt a fejemben, hogy valami ilyesmire lehet számítani. Azt képzeltem, hogy 98-ban még nem győzhet az ellenzék, az akkori ellenzék. Valószínűleg még marad ez a hatalmas többségű horkormány, de valami új, jobb közép valamit kell fölépíteni, amiben mindenki ott van, amit Orbán Viktor vezet, de nem mindegy uralkodó, hanem ott sok-sok mindenféle más irány van. Most ehhez képest Orbán Viktor megnyerte a választást. Lényegileg egyesítette az ellenzéki kerekasztal szavazóit, az összes szám ezt mutatja, hihetetlenül egyesítette az MDF és az SZDSZ szavazóit, az SZDSZ-ből óriásit harapott. Az MSZP hozta magát, szinte 10%-ra megismételte a korábbi eredményét, aki összeomlott, az bizony az SZDSZ volt. Ha az SZDSZ kicsit is jobban szerepel, csak egy picit, 1-2%-kal már nincs kormányváltás 98-ban. Tehát a döntő elem az SZDSZ bukása volt. És a miniszterelnökkel akkor még szoros, folyamatos beszélő viszonyban voltunk. Én azt képzeltem, azt mondogattam neki, hogy ezt a jobb középpolitikát kell csinálni. Benne meg nagyjából az volt a tétel, hogy most győztünk, itt úgyis atomháború lesz, most győztünk, most kell támadni. Nincs mire várni. Itt van porban az ellenfél, és most kell velük végezni. Egész pályás letámadás, rohamozás, ha időt hagyunk nekik, akkor újra föl fogják emelni a fejüket, és folytatják a harcot. Nekem az volt a véleményem, hogy a másik oldal, a gazdasági média és egyéb háttere nagyobb, mint a jobb oldali. Hogyha azt összetudja egy ilyen egységes támadás hatására, mint a régi Antant, össze fogja gyűjteni az erőt, és le fogja győzni a Fideszt. Plusz azt javasoltam, hogy a Fidesz gyűjtőpártként próbáljon föllépni, ahogy jöttek a szavazói, ugyanúgy próbáljon minden közönségigényt kielégíteni, polgári, középre tartó közönségigényt és a jobb oldalit is. Most a Fidesz egyiket sem választotta. Tehát egyfelől fölhagyott a középre való politizálásra, már akkor még kis lépésekbe és csekélyebbekbe, másfelől pedig azonnal háborús politikába kezdett. El is veszítette a következő választásokat. Minden állítás ellenére, minden szám számomra azt utalja, hogy nem a panelproli lázadt föl a Fidesz ellen. Az alsó középosztálynak a kádári kisemberé mindig is az MSZP-re szavaztak. 98-ban és 2002-ben most is folyamatosan. Nem itt volt a váltás, a közép hagyta ott a Fideszt. 25 körzetet veszített el 2002-ben a Fidesz, ebből 10 Budapest belvárosával volt, 15 meg olyan vidéki városokban volt, mint Nyíregyháza, Eger, Pécs, Székesfehérvár, Szeged és a más hasonlók. Tehát a polgári közép fordult el szerintem a Fidesztől. A Fidesz ekkor azt léphette volna, hogy visszakorrigálja magát a közép felé, de nem ezt tette, hanem elindult afelé, hogy aztán később egy második rendszerváltás legyen. Most egyik kérdés hozzám az volt, hogy most milyen tudományos probléma izgat. Hát utoljára még erről hagy beszéljek, hogy mi van itt most, 2010 után, egy nagyot ugorva. Ebben már egyáltalán nem veszek részt politikusként. Meg kell, hogy mondjam, hogy ez a szerep százszor könnyebb, mint a politizáló szerep. A tudományos kutató mondhatja azt, hogy csak a múlttal foglalkozik, lezár dolgokkal.
Most a politikusnak elvileg a jövőt kell látnia. Egyébként ugyanúgy, mint minden más normál állampolgárnak. Tehát mindannyiunknak, mikor hozunk döntést, bizony a jövőre nézve kell hozni döntést. Egyedül a tudós teheti meg, hogy azt mondja, hogy nem, ő csak a múlt felé foglalkozik. Most mégis kicsit a jövőről is beszéljek. Azt képzelem, hogy valami nagyon nagy változás van itt a szemünk láttára kialakulóban. Nem tudom, hogy mekkora. Egyelőre csak az biztos, hogy az a világ, ami 45 és lényegében mostanáig volt, az megingott. Elvesztette az egyensúlyát. Nem lehet megmondani, mekkora lesz a váltás. Szélső esetben akár nagyon súlyos és nagyon jelentős is lehet. Az is lehet, hogy egy múló dolog, és majd belátható időn belül elmúlnak ezek a változások. De valami más van, mint volt eddig, az nagyon valószínűnek látszik. Ennél többet szerintem nem lehet jelenleg mondani. Ami mégis megváltozott, és igen jelentős, az első, és én ezt érzem a legfontosabbnak, hogy összeomlóban van a régi középosztály. A nyugat aranykorának az volt a kulcsa, hogy egy soha nem látott középre húzódó fejlődés volt a második világháború után. Addig egy tipikus nyugati ország is, a leggazdagabb is úgy nézett ki, hogy vannak a nagyon gazdagok, van egy 15% felső középosztály, és a többiek eléggé szerényen élnek. Állandó egzisztenciális problémáik vannak. Elég csak elolvasni egy régi angol regényt, vagy megnézni egy régi angol filmet. Nyomorúság, szegénység mindenütt. Létbizonytalanság mindenütt. Most ezen történt egy rettenetes, hatalmas váltás, amiből kimaradtunk a kommunizmus miatt, egy hatalmas középosztályosodás. 1960-as években Egyesült Államokban, de a legtöbb nyugati országokban egyformán a fiatalabb, akkor családot alapító generációnak a 90%-a jobban élt, mint a szüleinek a generációja. Az emberek 80%-a középfelé tartott. Például személyi autó Olaszországban 50-ben 750 ezer volt, 65-ben pedig 15 millió egyéni használatú személyi autó. Az Egyesült Államokból a Karib-tengeri szigetekre, meg Közép-Amerikába 150 ezerrel soha nem utaztak többen 1950 előtt, és soha nem utaztak 15 milliónál kevesebben 60 után. Elképesztő, hogy mondjam, a középosztályosodás ugrása. Most ez, ami megszűnt, nem most, hanem nagyjából a 70-es évek közepétől megállt a középosztályosodásnak a virágkora. Az Egyesült Államokban a középrétegek reálbére lényegében 70-es évek közepe óta stagnál, vagy alig növekszik, és rosszabb évek vannak, akkor egyenesen csökken. Mára a most felnövő családot alapító generációnak a 60%-a már ugyanúgy vagy rosszabbul él, mint a szülei generációja. Tehát teljesen megváltozott a trend. És különösen a baj 2008 után üt be, amikor már alig van növekedés, és a 25 legfejlettebb ország háztartásai között 67%-nak rosszabb, a kisebb a reálbére, mint volt 10 évvel ezelőtt. Van olyan ország, Olaszország, vagy más dél-európai ország, ahol 97%-nak csökkent a reálbére az utolsó 10 évben. Tehát egyszerűen ez a középre húzó trend megállt, lelassult, szélekre kezd újra húzni a nyugati társadalom. Most ezt nem tudjuk, hogy ez mennyire tartós. Van olyan baloldali elmélet, például a Pikettynek ez a könyve, az azt mondja, ez a normál állapota a kapitalizmusnak. A klasszikus, neoklasszikus közgazdaságtan mást mond, az azt mondja, hogy inkább a középre húzó állapot. Nem tudjuk, hogy mennyire tartós, de jelentős és szilárd. Márpedig már Arisztotelész tudta, hogy középrékül nincsen szilárd demokrácia. Tehát, hogyha két széle van a társadalomnak, akkor jönnek a demagógusok, ahogy ő írta, akik mindenféle szélhámosságot beszélnek, és bedől nekik a választó. Ezért mondja Arisztotelész, és nagyjából a 19. századig az egész politika elmélet, hogy a demokrácia egy rossz rendszer. Vagy legfeljebb városállamokban működhet jól. A nagy országokban tragédia lesz belőle. Mindig is voltak populisták. Az amerikai történelemben újra és újra előjöttek olyan jelöltök, mint a Trump. És európai országokban is voltak, de sose jutottak egyről kettőre a második világháború után. Valahol ott elszálltak. Néha már majdnem az elnök jelöltségig is eljutottak, sőt, egyszer-egyszer elnök jelölt is lett belőlük, de az, hogy győzzenek, ugye sose fordult elő. A következő nagy fejlemény a világban, hogy a régi középrehúzó középpártok elkezdenek lefelé menni. Méghozzá meglepően gyorsan, egy-egy országban egészen katasztrofálisan. Itt van Franciaország, ahol nem győzött a populizmus, ha úgy tetszik. Csak hogy a régi nagypártokból alig maradt valami. Ott van Jaureznek, Léon Blumnak, Mitterrandnak a pártja, ugye a régi szocialista párt valami 6-7%-ot szerzett, és most is így fog szerepelni valahogy a parlamenti választásokon. Mi pörgettem német tartományi választásokat az interneten, pillanatok alatt meg lehet csinálni.
A német csúcskorban a két nagy párt 85 fölötti, de igen gyakran 90 fölötti eredményt ért el a tartományi választásokon együtt. És csak abban a maradék 10-ben jöttek be, főleg a német szabaddemokraták, de néha ők se. És most volt több olyan tartományi választás, hogy ketten együtt 40 körül megakadtak, vagy alig 50-et értek el, és már nagyon ritka 60 fölé mennek. Egyszerűen a régi nagy politikai hordozók, a régi politikai klisék leépülőben vannak. És még van egy harmadik jelenség, amiről látom, hogy már nagyon fáradnak, de ezt muszáj elmondom, megváltozik a valósághoz való viszony. A felvilágosodás előhozott egy hatalmas nagy kulturális forradalmat, egy tudományos világnézetet, ha úgy tetszik, hogy van a tény, az objektív tényállítás, hogy ez meg ez történt, ami nincs is mit vitatkozni, mert ugye megtörtént, és van a racionális érvelés. És ez a polgári kommunikációnak az alapja. Egyáltalán különböző nézeteket képviselő emberek csak azért tudnak egymással beszélni, mert betartják a racionális érvelés szabályait. Ha minősítéseket lehet mondani, tehát nem azt mondják, hogy ez a tény, és ebből ez megkövetkezik a racionális okfejtés alapján, hanem lehet valami durvát mondani a másik félre, csak valami hasonló születhet. Most ez van megszűnőben. Korábban is volt bulvárújságírás, de azt mindenki úgy nézett rá, hogy az bulvárújságírás, nem kell teljesen komolyan venni. Ettől még százezrek megvették a bulvár sajtót, és a madárfejű Lajcsikáról akartak benne olvasni, de tudták, hogy ez egy szórakoztató iparnak egy része. Komoly újságok léteztek, és a politikának a komoly újságok előtt is valahogyan meg kellett felelnie. Racionálisan el kellett mondani, miért jó, amit ők csinálnak. Most az internet forradalma volt, ami ezt igen nagy rész megváltoztatta. Egyre inkább azt számít igazságnak, amit sok ember hajlandó elhinni. Függetlenül attól, hogy az úgy van-e vagy se. És a másik nagy internetes forradalom, hogy megszűnik az éles megkülönböztetése a tényállításnak, a tényállításból következő érvelésnek és a szórakoztatásnak. Ez világosan megkülönböztetődik a régi polgári gondolkodásban, és hogy mondjam, a tudomány a mérce, a végső hivatkozási alap meg legitimációs fórum. Most ez, ami az internetes kommunikációban teljesen megszűnik. Összekeverednek a műfajok. Egy szórakoztató internetes állítás az egyszerre szórakoztat, tényt állít és mi egyebet. Ugyan, a magyar nyelven a legszebb mondjuk ezek közül a 444. A 444-ben egyszerre van tudósítás valami eseményről, rögtön megjelenik a szerkesztőnek a véleménye is, hogy milyen hülye volt, vagy milyen okos volt, vagy milyen jópofa volt. És van egy jókora humoros szórakoztató rész is. Most aki egyetért ezzel, az helyesülően bólogat, hogy hú, de jól megírták már megint, de szeretjük őket. Aki viszont nem érte egyet, az csak valami csúnyát tud erre mondani. Valami elutasító érzelmi gesztust tenni. Most ez megöli a kommunikációt. A különböző nézeteket képviselő emberek nem tudnak egyszerűen kommunikálni, mert ha minősítésekkel érvelnek egymás ellen, az már nem érvelés, hanem vagdalkozás. Most ilyesmi helyzetbe került a nyugati politika. Most a térségünkben még ehhez hozzáadódott egy nagyon nagy baj, a felzárkózás hiánya. Általában azt szokás gondolni, hogy mi vagyunk itt a legkatasztrofálisabbak, a legrosszabbak, meg minden, és ebben van igazságelem. Tehát Magyarország, itt sorrendben rakjuk az országokat, nyilvánvalóan gyengébben teljesített, mint a többi visegrádi ország, jól megfogható számoknál. Csak hogy van egy nagyon nagy probléma, hogy senkinek sem sikerült igazán a térségbe. Hogyha megnézzük a felzárkózás adatait, tehát az 50-es évektől kezdődő felzárkózási adatot, vagy kicsit később a spanyol adatokat, ír adatokat, akkor azok egészen elképesztőek. Én számolgattam ilyen számokat, Ausztriában 26 év, a felzárkózás 26 évében 328%-os volt a növekedés. Ezek nem pontos számok, mert nagyon megváltozik az áruk világa meg minden, de a nagyságrendet mégiscsak mutatják. A spanyolok, akik sokkal mélyebbről indultak, mint az osztrákok, 398%-os volt a növekedés szintje ebben a nagy középosztály teremtési szakaszban. Most nálunk ebben a 26 évben, ugye 26 lezárt évünk van, 38% volt. Egy tizede a spanyolnak. A szlovákok teljesítettek a szűkebb értelemben térségünkben a legjobban 78%-kal. Az is egy ötöde a spanyolénak. És ugye 26 évünk volt itt, lezárt évünk, típusosan úgy néz ki mindegyik országban, hogy először volt a nagy visszaesés időszaka, 3-4 év általában, valahol kicsit rövidebb, van, ahol kicsit több. Ez a visszaesés nagyobb volt, mint bármikor békeidőben. Tehát a magyar visszaesés, de a szlovák, lengyel és a többi is nagyobb, mint a nagyvilágválság visszaesése. Aztán jött 2-3 ilyen rosszabb év, kis növekedés, de nem számottevő, és aztán különböző időpontokban, de jött néhány jobb év. Hogyha tágan vesszük a jobb évet, akkor 6-8 jobb év van,
olyan 4-5, 8-10, néha 10 fölötti növekedés. Hogyha szigorúan vesszük, és a spanyol átlag a felzárkózás időszakában 8%-os növekedés volt, hogyha ezt vesszük mércének, akkor 3-4 jó éve volt a térségbeli országoknak. Nekünk egy se, spanyol értelemben. Tehát sose volt ilyen magas növekedésünk. 5% körüli volt az éves növekedésben a legjobb adat, ami szerénynek számít. A spanyolok már rossz évnek tekintették volna. Nem véletlen, hogy a térség összes országában hasonló problémák jelentek meg. Tehát nem csak nálunk van az Orbán kormány körül az a dolog történet, hanem Lengyelország körül, Szlovákia körül, Csehország körül, Szlovénia körül, lényegében mindenütt. Van egy csomó nemzeti specialitás, mindegyik megvalósult valamiben, nagyon eltérő. A magyar és a lengyel nem nagyon eltér, a magyar és a szlovák már eltérő, a magyar és a cseh még eltérőbb, de a lényeg mégiscsak ugyanaz, hogy megjelentek a térségben mindenütt olyan erők, amely tagadják ezt az egész nyugatos fölzárkózást, egészen más utakat, igényeket követelnek, és ezt a régi nyugatos konszenzust, nevezetesen egy piacgazdaság, joguralom, hatalommegosztás, pluralizmus kell, ezt egyre biztosabban tagadják. És egybehangzóan ilyen típusú politikák jönnek elő a térség különböző országaiban. Nálunk történt meg ez legelőször. Most ez is, hogy mondjam, magyar sajátosszerűség. A 20. században szinte mindig nálunk jött először a trend. Egyszerűen a 20. századunk olyan rosszul sikerült, olyan sok kudarc omlott jött itt össze, hogy ezek összecsomósodtak, és általában nálunk jelenik meg az új korszak. Ez volt a Horthy rendszer. Akkor azt gondolták 20-ban mindenki, hogy itt a demokrácia jövő. Még Szerbia vagy Románia is demokráciának próbálta magát hazudni. A Horthy rendszer olyan furcsa valaminek tűnt, és a Bécsbe menő magyar emigráció, Károlyék és a többiek azt gondolták, hogy néhány év és visszajönnek. És nem ez történt, ugye a trend egy más irányba vitt el. Aztán Nagy Imrével nálunk kezdődött a reformkommunizmus. A 89 előtt is a lengyeleknél és utána nálunk indult el a rendszerváltás folyamata, és bizony ez az orbánizmus is nálunk indult el. Ebben vannak, ha úgy tetszik, magyar felelősségi elemek. Én kettőt emelnék ki, tehát hogy a magyar kudarc, ami viszonylag jelentős a többiekhez képest, százokkal is magyaráznám, tehát nagyon hangsúlyoznám, csak az idejük kímélése miatt mondanék kettőt. Az egyik oknak azt tartom, hogy a Kádár rendszerről kiderült, hogy az akkor én magam is azt képzeltem, hogy ez egy pozitív örökség, és lenézve néztem a cseheket és a többieket, NDK-ról nem is beszélve. Mára kiderült, hogy ez volt a legrosszabb örökség az egész térségben. Két ok miatt. Az egyik ok az, hogy a Kádár rendszer nem csinálta piacosabbá Magyarországot, viszont eltűrte a szabálykerülést, illetve az alkudozást a különböző dolgokon. Magyarországon nem a piaci teljesítményt tett igazán sikeressé a Kádár korszakban, akár egy nagy vállalkozót, vagy egy kis magántulajdonú valamit, hanem az ügyesség. Az állam lenyúlása, az állam kicselezése és bizony a megrendelő becsapása. Ez mélyen rögzült a magyar gazdasági gondolkodásban, és ebből nehezebb volt áttérni, mint a direkt elvgazdálkodásból. Tehát Csehország, aki végig benne maradt a jóval kevésbé reformát, egy darabig próbált reformát, de aztán 68 után bent ragadt abban a rendszerben, jóval könnyebb volt az átmenet abból, mint a mi tévútra ment zsákutcában levő rendszerünkből. Jóval nehezebben történt meg, és máig sem sikerült igazán a váltás. A másik ok, amit kiemelnék, ez a politikából jött. A többi országban a politikai tagoltság valahogy úgy nézett ki, hogy vannak a reformer, piacosító, nyugatos, polgári erők, és vannak a nemzetiek, akik ezt kevésbé akarják, protekcionizmust akarnak, valami nemzeti mitoszokban, mi egyebekben hisznek. A többi országban nem volt ilyen fölállás, hogy MDF, SDS, Reform, MSZP, mi egyéb, hanem volt egy polgári blokk, ez néha egy párt volt, Csehországban típusosan egy, polgári fórumnak nevezték, vagy Lengyelországban ez egy szolidaritás utód párt volt, a TUSZT-nak a pártja. Szlovákiában egy koalíció, ami 4-5 párt is benne volt, időről időre váltogatta. A szlovákot, ha magyar kategóriákkal írom le, olyasmi, hogy benne volt az ottani MDF-nek a nyugatos része, benne volt az ottani MSZP-nek a reformer része, benne volt a Fidesz, régi Fidesznek az egész, az SZDSZ-nek a normálisabb része, és ezek csináltak koalíciót, és a másik oldalon volt a Mecsiár meg a Szlota. És mikor voltak a nagy reform lépések, ezek végigvitték végig. Nálunk egy percig nem volt ilyen koalíció. Nálunk ez a hideg polgárháború szembenállás lényegében 89-ben elkezdődött. És ez úgy tetszik a magyar fejlődésnek egy,
sajátszerűsége volt. 89-ben még úgy tűnt, én magam is örültem, hogy a mi pártszerkezetünk már egy kialakult pártszerkezet, a több ilyen egységmozgalom van, lám, mi már fejlettebbek vagyunk ebben is, nem csak a piaci dologban, holott azonnal elindult ez a polarizálódás, túlzott polarizáció felé politikai fejlődés Magyarországon, az már 89-ben. Tulajdonképpen az alapállítást 89-ben elmondta két értelmiségi hős, jellegzetesen nem politikus, az egyik Csurka István volt, másik Tamás Gáspár Miklós, és más se tudnak azóta kitalálni. Az egyik az volt, hogy aki nem velünk van, nem nemzeti, nem a nemzet érdekeit nézi, az ugye a Kumbéláéknak az örököse, és valójában a kommunizmus más képben megmutatkozó utódja. A másik állítás meg az volt, hogy rajtunk kívül mucsa van. Csak a bunkóság létezik, vagy mi vagyunk, vagy pedig a bunkóság mellett. Európa itt van. És ezeknek a variációi alapján Magyarországon előállt egy nagyon erős szembenállás, amely egyre inkább lehetetlenné tett minden racionális szakpolitikát. Ez 90-ben megmutatkozott már a taxis blokkádnál, és aztán egyre biztosabban, és 2002-re már szinte alig volt racionális szakpolitika, 2002 után egészségügyben, oktatásban, mi egyébben. A hatalom megszerzése lett az első számú kívánatosság, ami minden mást felülírt. És ezeknek tulajdonítóan Magyarország rosszabbul teljesített, mint a térségnek a többi országa. Most ebből előállt egy olyan egyveleg, hogy bizony itt egy második rendszerváltás történt. Nálunk a legtisztábban, legegyértelműbben, legkövetkezetesebben kétharmados többség volt, a régi pártszerkezet összeomlott. Ez máshogy is kevésbé, de megtörtént. Szlovákiában is összeomlott a régi pártszerkezet. Ott is eltűntek a Dzurinda kormány pártjai. Egyik sincs bent a parlamentben, már nyom nélkül eltűnt. Magyarországon új alkotmánya van, és új logikája van. Ez a logika már nem a nyugatos piacosító irány, hanem ez egy másik gondolkodási mód. Az az igazság, hogy a sikertelen országokban egy tipikus dolog történt velünk. Tehát nem valami rendkívüli, furcsa magyar megszédülés, vagy valami történt, hanem az olyan országok, amiknek nem sikerül valamiért a fejlődés, bizony ilyen irányokat választanak, mint ami nálunk történt. Jelent ez egy protekcionizmust, egy befelé fordulást, nemzeti tőkeépítésre való törekvést. Mondván, hogy a versenyképesség az csak a külföldieknek használ, nekünk nem. Az államnak kell újra egybefogni a társadalmat. Hogyha az állam fogja össze a társadalmat, és az állam valódi tartalmi eredményességet akar, tartalmi igazságosságot, akkor a joguralomnak alig marad helye. Az állam egyedi sikerességet akar. Ő akarja megmondani, hogy melyik vállalat, melyik munkavállalói csoport, milyen jövedelmi, milyen pozíciókhoz kerüljön, és ezt építő dolognak tekinti ez a hatalmi szerkezet. Ezt minden belülálló, ennek a rendszernek a hívei egy előrelépésnek, egy hősies dolognak látják. Ha tetszik, egy kicsit sarkítom a dolgot, egy új államalapításnak, egy lelkesítő valaminek látják. A kívülállók pedig a legsötétebb korrupciónak, bűnnek, Európától való elszakadásnak, mi egyébnek. Ez most aztán különösen szélsővé teszi a magyar polarizációt. Olyan helyzetet állít elő, hogy a fennálló hatalom nem adhat esélyt a kormányváltásra. Mert ha esélyt ad, ugye akkor minden vívmányát az új kormány azonnal lerombolná, ezért minden úton, módon szorongatja az ellenzékét, hogy nehogy hatalomra kerülhessen. Visszajutunk ezzel olyan hatalmi szerkezetekhez, amely a magyar történelemben jól ismertek voltak, 45 előtt. Ugyan van pluralizmus, van hatalommegosztás, van joguralmi intézményrendszer, minden van, ahogy a németek mondják, ami szép és drága, de valahogy mégis egy nagy hierarchia egybefogja az egészet, és a hatalom leválthatósága korlátozott. Ezt részben maga a hatalom csinálja erővel, erőhatalommal, részben manipulációval, média manipulációval, mi egyébben részint maga az ellenzéki szerkezet így alakult. A magyar politikai tagoltságot igen nagy részt az emberek személyes élményei befolyásolják. Az idősebb generáció, főleg 65 év fölöttieknél jól kimutatható ez, akik még látták Kádárt, a kádári fénykorban szocializálódtak, azok között nagyon-nagyon erővel rendelkezik az ellenzékben a régi baloldal, a hagyományos baloldalnak a pártjai. Uralkodó, domináns pozícióval rendelkezik. Van olyan hónap, mikor a közélemény kutatások között a régi baloldal pártjai meg is előzik a Fideszt. Ez az egyetlen generáció, ahol néha megelőzik. Viszont a fiatalabb generációk, akik nem látták Kádárt, számukra Kádár egy negatív múltként jelenik, szinte alig hajlandók szavazni a régi baloldal pártjaira. Más irányokat keresnek.
csak hogy nagyon megosztott más irányokat, legalább három másik irányt keresnek, az egyik a Jobbik, ugye, ami az egésznek a tagadása, eredetileg egy nagyon erősen antikapitalista, nagyon nyugatellenes párt, ami bizonyos pontokon nyílt rasszizmussal is próbálkozott. Aztán ezen az oldalon van egy új baloldal, ami szintén nagyon antikapitalista, az LMP-re gondolok. Ha LMP szövegeket olvas az ember, néha világosan látja, hogy ez a legantikapitalistább párt, antikapitalistább, mint bármelyik. Emberi jogi dolgokban, jogoralmi dolgokban nyugatos, de az ezt megalapozó kapitalizmusban elképesztően ellenséges ezekkel az intézményekkel. És akkor van egy harmadik, ami inkább új erő, Momentum, és másodként jelenik meg, ami a kapitalizmust is akarja, elfogadja. A nyugathoz való felzárkózást remélő, aztán annak az esélyét elveszni látó legfiatalabbaknak a lázadása az egész ellen. Most ez legalább négy felé vágja az ellenzéket, de egy-egy póluson általában több párt van, ugye a hagyományos baloldalon is legalább kettő, meg ki tudja hány. Ez olyan szétszórtá, megosztottá teszi az ellenzéket, hogy szinte az ellenzék része ennek a berendezkedésnek. És már ott vagyunk, ahol a magyar történelemben általában típusosan voltunk, hogy a berendezkedésben csak rendszerváltás lehetséges, kormányváltás már nem nagyon. Ugye az a klasszikus nyugatos berendezkedés, hogy kormányváltás lehet, sőt gyakori, az 90 és 10 között volt. Ugye szinte mindig kormányt váltottunk, kivéve 2006-ot. Mostantól újra olyan helyzet, tehát akar a kormány, illetve ilyesmi felé ment az ország, hogy ez nem nagyon lehetséges. Ha elveszíti a kormány a hatalmát, valószínűleg új rendszerváltás van. Nincs olyan ellenzéki párt, aki ne ezt követelni, inkluzíve a Jobbik is. Teljes új alkotmány, új rendszerváltás, mi egyéb. Most természetesen, aki belül van a táboron, az úgy gondolja, hogy még csak azt ne. Ez fölhatalmazza a hatalmon levőket a saját tábora előtt arra, hogy rendkívüli lépéseket tegyen, olyasmiket is, amelyek egyébként nem lennének megengedhetők. És ha úgy tetszik, visszatértünk a dolognak a kiinduló pontjához. Most az az igazság, hogy rettenetes kérdéseket is felvet az emberbe. Ki se nagyon merem mondani, de már ilyen türelemmel végighallgattak azért még erről néhány szót. Most az ilyen országokban, mint a miénké, nagyon nehezen működik sikeres demokrácia, ez az igazság, ezzel szembe kell nézni. Tehát ahol egy ország ennyire megosztott, ennyire frusztrált, ennyire gyűlölettel teli, ennyire elégedetlenségek mozgatják, nagyon nehéz erre szilárd demokráciát építeni. Tehát az a föltevés, ami benne van, főleg az ellenzéki logikában, hogyha nincs Orbán Viktor, akkor itt azonnal Kánaán lesz, növekedés, polgárosodás és mintaszerű demokrácia, hát legalábbis a történelmi tapasztalatok szerint legalábbis egy naiv állítás, vagy naiv állítás lehet. Ha Orbán Viktor nincs, a gondok attól még maradnak. A gondok pedig mindenütt ott vannak, és mindenütt jelentősek. Most ebből nagyon nehéz összehozni egy pozitív országképet. Kevés ember lenne boldogabb, hogyha így 60 évesen ne ilyennel állnék elő, de bizony az őszinteség azt kívánja tőlem, hogy azt mondjam, hogy igen, nehezen megoldható helyzetbe került az ország. Szerintem a problémáiban összegződnek a világ problémái, a térség problémái és Magyarország problémái. Ez három baj köteg gyűlt össze. Nem dramatizálnám azért túl a helyzetet. Volt ennél az ország még rosszabb helyzetben, és mondjuk 45-ben, mikor bejöttek a szovjet csapatok. Sokkal közvetlenebb volt a probléma. Van egy kislányom, most már nem annyira kicsi, nem járunk játszótérre, de nem olyan mélyen jártunk. Egy olyan helyre jártunk játszótérre, ahol egy nagy könyvbe olvastam, mikor volt a nagy kitörés a budai várból, gyűjtötték össze a halottakat, és 3 méter magasan álltak a halottak 45 februárjában. Ez a Vérhalomtéri játszótér, talán van, aki ismeri. A környező lakók is megerősítik, az idősebbek, hogy ez bizony így volt. De most ehhez képest hát fantasztikusan állunk, ha úgy tetszik. De a probléma nagyon nagy. A probléma nagyon nagy, legalábbis jó szerencse kell hozzá. Tehát a megoldásához szerintem az kell döntő helyen, hogy a világ ezt a válságát, amiben most bekerült, ezt lassan elkezdje megoldani. Most őszintén szóval nem tudom, hogy tudja megoldani. Vannak, akik egyszerűen fölmondják a régi krédót, fölmondják a neoliberális krédót, és azt mondják, hogy a Fidesz nem egyezik ezzel, fúj, már nem lehet jó, mert pusztán a krédónak nem felel meg. Csak hogy épp ez a krédó került bajba. Mármint a világban is. A Brexit, meg a Trump elnök, meg mind azért van, mert ott is baj történt a krédóval. Most azt képzelem, hogy egy új szintézis kellene a világ egészében.
Újra olyan társadalom kéne, ami középre húz, újra olyan kéne, ami racionális vita lehet, mert akkor lehet helyreállítani azt a demokrácia képet, amit civilizációsan olyan nagyszerűnek tartottunk, és tartok én most is. Most ez nem pusztán rajtunk múlik, ezt szeretném bezárásként mondani. Rajtunk is múlik, hogyha újra kinyílne a kapu. Tehát az a főállításom, hogy 89-ben nem igazán nyílt ki a kapu előttünk. Azt hittük, hogy kinyílik, de utólag kiderült, hogy nem előttünk nyílt ki, hanem a kínaiak előtt, hogy most nagyon egyszerűen beszéljek. Előttünk inkább félig meddig bezárult, és amennyire kinyílt, avval se tudtunk igazán élni. Tehát a helyzetet olyannak látom, hogy egyfelől az kéne, hogy újra kinyíljon a kapu. Eddig az az igazság, hogy a nyugat meg tudta oldani a problémáit. Én nem hiszek a nyugat alkonya tételekbe. Tehát a nyugat alkony tételek, azok periódusosan visszatérő tételek. Volt olyan nép, Németország és Ausztria, ami újra és újra ezekre építette a belső politikáját, és újra bajba szaladt bele. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem erre építi, lényegesen sikeresebb lett. Tehát szerintem a nyugat meg fogja tudni oldani a problémáit, de hogy mikor és hogyan, azt kevéssé tudjuk. Most ami rajtunk áll, hogyha ez bekövetkezik, addigra készen álljon ez az ország. Legyen benne racionalitás, terv, akarat, elszállás, mi egyéb. Na most hát ilyesmit szeretnék dolgozni, ha még megélem. Nagyon szépen köszönöm a türelmüket, talán nem éltem vele vissza túlságosan. Köszönöm még egyszer. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kitört rajtam a fájdalom, de majd ha koncentrálok, és nem arra, jobban is járok, ha kérdeznek, meg nem fájok annyira. Elnézést. Köszönöm. Mint az ellenzéki kerekasztal egyik intellektuális vezetője, így a 26 lezárt év után, és az akkori tervek, vágyakat nézi személyesen, mivel a legelégedettebb, és mivel a legelégedetlenebb, hogyha egyetlen van egy-egy ilyen pont. Hát ez úgy mondjam, első látáson könnyen megválaszolható dolog, második látáson nagyon nehezen. Szerintem ami ott a közvetlen cél volt, hogy jussunk el a szabad választásig, az kifogástalanul teljesült, és ez a rövid válaszom. Amivel elégedetlen vagyok, hogy akkor én valahogy ilyen optimális pályán szerettem volna mozogni, de utólag bátrabbnak kellett volna lenni, és nagyobb törést is lehetett volna vállalni. De nagyon hangsúlyoznám, hogy ezt utólag gondolja így az ember. Tehát akkor... Emlékszem rá, hogy mikor jött a népszavazási ötlet, ami az én ötletem volt, esküszöm, hogy eszembe se jutott, hogy az SZDSZ naggyá fogja tenni. Azóta majdnem mindenki népszavazással akarja naggyá tenni a pártját. Nekem egy közjogi probléma volt a fejemben. Azt képzeltem, hogy az elnöki rendszerek, a közvetlen elnökválasztáson alapuló elnöki rendszerek ebben a térségben nem lesznek jók. És azt képzelem, hogy nem tévedtem nagyot. Tehát ilyenen jött be a Putyin, vagy a Tudjman rendszer és mások, és ahol ilyen félelnöki rendszerek voltak, például a lengyelek, azok is visszamentek a parlamentarizmus felé. Tehát nem tévedtem a dologban nagyot. Én ezt a problémát akartam megoldani, meg egyáltalán, hogy valami munkahelyekről kimenjen a pártállam, mert nem akart kimenni. Ilyesmiket akartam megoldani. Eszembe se jutott, komolyan mondom. Eszembe se jutott, hogy ez bármilyen pozícióban javít vagy ront az SZDSZ-nek. Iszonyú sokat javított, ezt tette nagy párt az SZDSZ-t. Az SZDSZ-nek sokkal hamarabb vége lett volna, ha nincs ez az egész dolog. Akkor tájt, mikor összeomlott a berlini fal, véletlenül találkoztam a parlamentben Antal Józseffel, és aztán kimentünk, általában ott sétálni szoktunk a parlament körül. Elején még benne volt a fejünkben az is, hogy úgy kevésbé hallgatnak le. Máig érzem a talpamon, hogy mennyire fáztam, mert valamikor november volt, és nagyon hosszú volt a sét, és arról beszélgettünk, hogy a berlini fal következményei mik lehetnek. Mind a kettőnk előtt világos volt, hogy ez egy döntő dolog. Tehát eddig azt gondoltuk, hogy mi egy egyedi eset vagyunk, és a berlini fal leomlása után ez láncreakció lesz, az is lett. Antal akkor azt mondta nekem, hogy ha mi ezt előre megbeszéltük volna, hogy te csinálsz népszavazást, én meg aláírok, akkor csináltuk volna a legokosabban, nem lett volna köztünk semmi izgalom, és kifejezetten szurkol, hogy megnyerjem a népszavazást, mert kivált a Posgaival kötött megállapodásból, mondta.
Most őszintén szólva, én embertől, én fiatal voltam, és nekem az igazi régi kommunistákkal nem volt személyes találkozásom. Antal József jól ismerte személyesen is Rákosit. Többször a kezembe adott egy névjegyet, amit a Rákosi adott valami karácsonyi alkalomkor az édesapjának. Na, volt ember, aki a kommunistákról hogy egyetlen egy szó volt, tehát egyáltalán ezt a szót úgy tudta kiejteni, hogy hátborzongató volt, tehát egy világos ítélet volt benne, és akkor a berlini fal összeomlása után már ő is úgy gondolta, hogy nagyobb törést is lehetett volna vállalni, és ebben valamit segít a népszavazás. Csak hogy a berlini fal előtt, ez még ez is soknak számított, mint ahogy mondtam, majd mindenki előtt. A fejemben benne volt olyan, hogy nem lesz tartós kettős hatalom, mert az nem lehet. Az összes történelmi példa az volt, hogy ide vagy oda eldől a hatalom, a legfeljebb fél év. Belül. Tehát vagy ők jönnek és helyreállítják a rendszerüket hiánytalanul, és akkor nincs demokratikus szocializmus, vagy jön egy választás, ahol a régi pozíciót megsemmisíti a választás. Ez a fejemben volt, de úgy tűnt, hogy ennél nagyobb kockázat nem vállalható, és ami a legfontosabb, az ország nem volt mögöttünk. Az ország minden ilyesmitől rettegett, megbüntette azokat, akik ennél radikálisabb váltást akartak. Igazán az ország akkor értette meg, hogy az MSZP összeomlik, mikor a berlini fal leomlott, meg a Ceausescut falhoz állították meg minden, és akkor egy időre le is számolt az MSZP-vel. Tehát az MSZP irtozatosan rosszul szerepelt 90-ben, és még az önkormányzati választásokra se tudott visszajönni. Az volt a mélypontja az MSZP-nek, a 90-es önkormányzati választás, de utána így jött fölfelé. Már 91-ben könnyen lehet, hogy az ország első pártja volt. Szóval ezen jó lett volna változni. A magyar átmenet egyik problémája a többi országéhoz képest, hogy nem volt elég törés. Illetőleg, hogy nem érezte az ország azt, hogy visszaszereztük a hazánkot. Szabályosan kimutatható, hogy azok az országok, ahol ez az élmény megvolt, hogy mit csináltuk az átmenetet, mi szereztük vissza a hazánkat. Mondjuk ott Prágában voltam ilyen rendszerváltó találkozókon, és az összes csenek egy óriási élmény az a Vencel-téri kulcsörgetős tüntetés. A kulcsot próbáltam elővenni a zsebemből, de nincs nálam. Hogy ráztuk a kulcsot, és rengetegen, azt mondják, hogy 1 millióan voltak, az biztos túlzás, de szóval rengetegen ott voltak spontánul. Hogy az milyen élmény volt, és még most is az öregeknek szinte csorog a könny a szemükből, most én semmilyen élményt nem tudok mondani. És ugyanez a lengyel szolidaritásnál. Kimutatható, hogy ha ez még párosult a nemzeti függetlenség megszerzésével, az nagyon inspiráló volt. A legeredményesek sok tekintetben azok az országok, ahol a kettőt, tehát a nemzeti függetlenség plusz ez az élmény, a baltiak és a szlovákok. Hogyha milyen ki a hazánk, akkor az a milyen ki, és azért hozunk áldozatot. Ha csak úgy félszívvel néztük, és még szavazni sem mentünk el 90-ben, 65%-os részvétel volt. Nálunk a gyűlölet nagyobb részvételt keltett. A 65%-os részvétel viszonylag alacsonynak számít, és a 2002-es választási részvétel az már 73%-os, tehát egyenesen nőtt. Ilyen nincs is a térségben. Tehát a térségben nagyon magasról leesett erre a közepes szintre, és aztán néha még tovább esett. Tehát ez nagyon-nagyon hiányzott, de ezt nem lehetett mesterségesen megcsinálni. A Kádár korszakban alapvetően az ország jól érezte magát, az a nagy tömeg megmozdulás, amiben sokan részt vettek, az a bécsi bevásárlás volt, és nem a rendszerváltás, és végig ilyen ambivalensen, ellenségesen nézték az egészet, és arra nem lehetett építeni igazán, se erő semmit. Ha lehetett volna, könnyebb lett volna az átmenet, és nem mi lennénk a szerbek fölött egy kicsit, alig kicsit jobb teljesítménnyel az utolsók között az egyik, hanem az élmezőnyben lennénk, de ez már a múlt. Mesterségesen nagyon nehéz ilyet teremteni. Higgyék el, olvastam szövegbe, nagyon neves akadémikus nyilatkoztatta most, hogy az akkori politika csinálók pontosan ismerték a nyugati intézményrendszert, alkotmányrendszert, mifelé, de kifelejtették belőle az embert. Az égszerűen, én majdnem elsírtam magam, amikor láttam, hogy mennyire nem hajlandó jönni az ember, de hogyan lehetett volna behozni az embert? Higgy el, hogy az összes párt szerette volna, mindenki szerette volna, senki se játszott kizárásra, de nem jöttek. Az emberek féltek, szorongtak, nagyjából szerették volna a nyugatos fogyasztást a kádári magatartás mintákkal párosítani, de most ez lehetetlenség volt. Ez volt rögtön a magyar átmenet egyik alapvető drámája, és rögtön 589-ben. Nagyon jó lett volna rajta változtatni, biztos én vagyok a buta, de én nem tudom, hogy hogyan lehetett volna ezen, mármint politikai eszközzel olyan könnyedén változtatni. Köszönöm. Az előadásban elhangzott, hogy a nyugati országok 45 után, mondjuk 75-ig egy óriási középre tartással nagy fejlődést értek el, de utána ez megfordult.
emögött mi áll, ennek mi volt az oka? Két dolog áll. Az egyik, hogy az a régi középre tartós jóléti állam, az elvesztette a felhajtó erejét. Tehát megállt a növekedés. Jött az a sok válság, ugye 73-74-jel kezdődött, olajválságok képében. Közvetlenül jókora infláció lett, aztán nagy munkanélkülés, svagfláció meg minden, és akkor történt egy paradigmaváltás, egy nagyon fontos paradigmaváltás, ezt a keynesiánus, vegyes gazdaságos felfogást felváltotta a neoliberális. Van, aki forradalomnak, valaki ellenforradalomnak nevezi, attól függően, hogy hogyan nézi. Ez nagyjából azt mondta, hogy vissza az eredeti kapitalizmushoz, kisebb újraelosztás, kisebb adók, mi egyéb. A régi Amerikában nagy társadalomnak mondták, Johnson alatt és másutt, a marginális adókulcs az Egyesült Államokban is elérte a 90%-ot a nagyon-nagyon magas jövedelmekre kivetettek. Ezek az adókat elkezdték csökkenteni, az újraelosztás. Nem nagyon csökkent az újraelosztás, de nem is nőtt, hanem stagnált vagy egy kicsit visszaesett, és egyáltalán az egész attitűd az lett, hogy mindenki saját magába bízzon mi egy évben. Ez volt az első kiváltó. A másik a globalizáció. Tehát a másik elem az az volt, hogy elkezdtek belépni új népek a kapitalizmus rendszerébe. Furcsa mód a kapitalizmus, ez igen gyakran előfordul a történelemben, hogy a sikerből lesz a kudarc. A kapitalizmus valami elképesztő sikert aratott az összes nem kapitalista társadalom fölött. Megbuktatta a keleti szovjet rendszereket, és megbuktatta ezeket a harmadik utas rendszereket. Megbuktatta a kínai kommunista modellt is. A kapitalizmus győzött. Hatalmas népek, a kínaiak, indiaiak, oroszok azt mondták, hogy nekünk kapitalizmus kell. Vissza akarunk lépni a kapitalizmusba, visszajöttek a világgazdaságba, és megjelentek az olcsó, törekvő munkaerejükkel, főleg Dél-Kelet-Ázsiába. Hatalmas népek jelentek meg. És a kapitalizmus alapeleme ugye a profit motívum, ami megszüntethetetlen, az a vér, ami mozgatja. A kapitalizmus nagyszerűsége is a profit motívumból származik. A tőke elkezdett áramlani óriási arányba ezekbe az országokba, nagy alacsony igényű, óriási mennyiségű munkaerő volt, és egyszerűen elkezdtek ipartalanodni a hagyományos országok. Bizonyos gazdasági ágazatok megsemmisültek, textilipar, kohászat, hajógyártás, gépkocsipar is már leépülőben van, csak a Mercedes még gyártanak Németországban, de már a sok kategóriás autót alig-alig azokat elkezdik kiszeverni. A középosztályosodás van most Kínában meg Indiában. Van ez a híres elefánt görbe, nyugaton középosztály le, a egykori fejlődő virágba középosztály fel dolog. Most az, hogy a kínaiak olcsóbban tudnak előállítani majd olyan minőségű terméket, mint ami Európában szokásos, ezt nem lehet nekik megtiltani. Plusz előállt még egy helyzet, hogy azok a cégek, azok az emberek, szakértők, tulajdonosok, akik ezt az egészet kézbe tartják, hatalmas jövedelemhez jutnak. Az innovációt egyfelől ösztönzi a kapitalizmus. Itt van például az Apple cég a okostelefon kitalálásával. Volt olyan pillanat, mikor a telefon szektorban levő összprofit 90%-a ennél a cég, most a csúcson, mikor ő kitalálta ezt és tarolta az iPhone-jával, 90%-a az összprofitnak őnál jelent meg. Volt olyan pillanat, mikor ami 200 dollár volt a bruttó eladási ára egy ilyen telefonnak, 6 dollár jutott a kínai összeszerelőnek, valami 40 dollárra különböző alkatrészbeszállítónak, amiben volt munkaerőköltség, és ott is valamit manipuláltak, és 80 dollárt vitt el a 200-ból az Apple. Aki közvetlenül nem csinált a szószoros értelmet semmit, kitalálta az egészet, kézbe tartotta az egész folyamatot, plusz az eladást, reklámot, meg mindenfenét vitte. Tehát azok, akik működtetik azt a globalizációt, azok elképesztően jól jártak a folyamattal. Azok, akik kimaradtak belőle, detroiti autóba, gyárba dolgozó amerikaiak, akik most Trump szavazók lettek, azok piszok rosszul jártak vele, és Kínában is, meg Indiában is egy számottevő fölemelkedést hozott ez a berendezkedés. Viszont a nyugati, hagyományos középnek számottevő stagnálást, illetve lesüllyedést. Most egyes országok vagy országrészek nem jártak rosszul. Németország szinte egész évben a nyerő oldalra került. NDK-t talán lesz, volt NDK-t leszámítva, talán meg egy-egy ilyen félreeső helyet leszámítva. Tehát a német autóipar például elképesztően hasít a csúcskategóriás autóknál, ami hatalmas profit van. Egy kis Fordban mondjuk, ami eredetileg német autó volt, egy ilyen kisméreti Fiesta-ba vagy az alatti autóban alig van profit rajta. Egy nagy Mercedes-be, egy E-modelles Mercedes-be, ami közepesnek számít, 5-10 millió profit van egyetlen egy autón, egy ilyen kis Ford valami, meg néhány százezer forintnyi profit van rajta. Most ezekből majdnem kétszer annyit ad el Németország, mint 15-20 évvel ezelőtt. Az egész világ német autóval akar járni. Amerikaiak is, meg de elitek, kínaiak, indiaiak, mindenki.
Vagy az Egyesült Államokban Kalifornia elképesztő jól járt vele. Az a fő innovációs kohó, csodálatos növekedés, gazdagság, minden csoda van vele. De az egész Egyesült Államok már nem, az egész Európai Unió már nem. A déli országok például nagyon-nagyon rosszul jártak. Olaszország, ami magyar szinten volt nagyjából, egy picit fölötte volt Magyarországnak, nagy hatalmas felzárkózási sikert ért el. Volt 10 év, mikor megelőzték az Egyesült Királyságot, ami nem semmi, ugye az Egyesült Királyság a föld legelső nagyipari hatalma volt, és Olaszország a nyomor nagyon nagy szegénységből. Én, az egyik kedvenc filmeim az olasz neorealista filmek voltak, Biciklitól vagyok, meg másik. Szinte az én életemben, tehát nem sokkal az én, 10 évvel az én születésem előtt, ott olyan nyomor volt Olaszországban, hogy elmondhatatlan. Most ehhez képest hihetetlen felzárkózást produkált Olaszország. Szinte tankönyvek ellenére, ha igaza lenne a neoliberális krédónak, Olaszországnak nem lett volna szabad felzárkózni, mégis felzárkózott, és ugyanakkor ez az új fejlemény óriási csapást most mért az olaszokra. Az olaszok egyik dolga a divat volt. A csúcsban még most is jelen vannak, de az összes többit már egyszer lesöpörték a kínaiak. Olcsó cipőben is, rupsz, nincsen. Bútorban még valamelyest vannak, mert ez jó, nagy és nehéz, drága elhozni Dél-Kelet-Ázsiából. De maga Olaszország az az ország, ahol 97%-a háztartásoknak rosszabbul megy, mint 10 évvel ezelőtt. És azonnal megjelennek erre válaszul a politikai bajok. Most erre nagyon nehéz választ kitalálni. Először is nem tudjuk megadóztatni a globális tőkét. Az ide-oda mozog, és úgy helyezi a profitját, ahogy neki a legkedvezőbb. És régi jóléti állami modell az nemzetállami modell volt. Akkor volt külkereskedelem, de sokkal kisebb, és az is megfoghatóbb. Most ez megszűnt. Az igazi nagy globális tőkére alig tudunk kivetni adót. Nem is, részben nem is akartunk, ugye a neoliberális krédó szerint nem szabad kivetni rá túl sok adót. Most már akarnánk, csak nem tudunk, mert szanaszéjjel megy. És nem nagyon, és azok a segítő eszközök, amik megvoltak korábban, azok meg sokat gyengültek. Rövidebb a munkanélküli segély, átképzése, meg ilyesmire kevesebb forrású, ilyesmik okozzák ezt. Csak hogy nehéz rajta változtatni. Tehát egyfelől a nagyon nagy jövedelmekre valahogy be kéne vonni őket a újraelosztás rendszerébe, mert alig-alig sikerült, másfelől meg okosan meg kéne találni azt, hogy hogyan lehet azokat, akik vesztesei ennek az egésznek, hogyan lehetnek, nem is nyertesei, de legalább ne zuhanjanak le. Legalább a gyerekeik vissza tudjanak kapaszkodni. Mert az is világos, hogy a kínaival nem tudunk versenyezni. Egy kedves képen valami angol újságban láttam, indiai fotó volt, és az volt, hogy indiai úri emberek ültek a vonaton, de nem ám az üléssel, hanem ahol mi csomagokat szoktuk tenni, ott ücsörögtek, öltönyben, nyakkendőben, írtó elegánsan és kis táskával. Na most velük kell versenyeznie Európának, ha úgy tetszik. Tehát olvastam valahol, hogy ugye India a föld egyik legnagyobb angolul beszélő ország. Ott rengetegen anyanyelvi szinten beszélnek angolul, és tömegessé vált az a gyakorlat, hogy Amerikába leveszik a mindenféle mintát a betegről, átküldik Indiába a leletanyagot, interneten át könnyedén megy, indiai orvosok csinálják az analízist, töredék árér, mint ami amerikai orvos menye, még az időeltolódás is nekük kedvez, és akkor zsupsz visszaküldik ugyanezeket a dolgokat, és sokkal olcsóbban megvan az egyébként nagyon drága diagnózis. És nem hibásabb, mert a betegek zöme azért mégiscsak rutinszerű. Iszonyú nehéz versenyezni az egészszer, se betiltani nem lehet, és szerintem nincs visszaút. Tehát azért gondolom azt, hogy új konszenzus kell, új dolog kell, amit még ki kell találni, mert a neoliberálisról biztos, hogy nem folytatható úgy, ahogy volt. Magyarországon se szeretem, ha valakik így fölmondják pattogó hangon, és néha találó, amit mondanak, csak hogy nem lehet megcsinálni. Valami új kitalálmány kell, ami nincs meg. Ez itt a legnagyobb baj, ha csak másolnunk kéne, tehát megvolna, azt mondanánk, hogy na, a németeket kell másolni, őrült könnyű lenne, mert másoljuk a németeket. De a németeket csak ők maguk tudják másolni, mert nekik olyan területeken tevékenykednek, ahol ők vannak a nyerőágon. Európában más nyerőágon szinte nincs is. Van egy-két kis ország, ami még viszonylag nyerő, de nagyok, Franciaország is rettenetes baj, van a spanyolok, és így tovább, és így tovább. Tehát a feladat, ha úgy tetszik, nagyon nehéz. Van, aki szerint szinte megoldhatatlan. Tehát vannak különösen baloldaliak, radikális baloldaliak, akik azt mondják, ilyen a kapitalizmus, és passz. Most végre megtudjuk, hogy milyen a valódi kapitalizmus, mondják egy kicsit kaján mosolyjal az arcukon. Én azt képzelem, hogy a neoklasszikus közgazdaságtannak, a klasszikus joguralom tételekben sok igazság van, tehát abban reménykedem, hogy a kapitalizmus, ahogy meg tudta oldani a két világháború között, nagyobb volt a baj.
Tehát mind a politikai, mind a gazdasági, mind egyéb bajok azért nagyobbak voltak. Ami nagy eltérés, hogy akkor ekkora migráció, meg Európán kívüli térségeknek a bejövése kevésbé volt, de hogy minden más tekintetben szerintem nagyobb volt a baj. Mondjuk a 30-as évekre gondolok. 40-ben egy teljes konszenzus volt az egész kontinentális Európában, hogy annyi. A kapitalizmus az a halál fia, a parlamentarizmus halál fia, és a jövő az olyan embereké, mint Hitler, Mussolini, meg a Sztálin. És még az olyanok is, mint Churchill is mondogattak olyat, hogy mi vagyunk itt az öreg reakciósok, mi már nem tudunk más csinálni, mint kitartunk és harcolunk, de hát azért tudjuk, hogy nem a milyen ki a jövő. És aztán mi történt? A legnagyszerűbb időszaka jött a 45 után a világkapitalizmusnak. A világkapitalizmusnak ugyanis van két titka. Az egyik a profitabilitásban levő hatalmas innovációs erő. Tehát az óriási nyomás arra, hogy újat találják ki. A kommunizmus egyik alapvető baja volt, hogy régi modelleket másolt, nehézipartakat. A szovjet cementtermelés, vastermelés, áramtermelés az általában 80-100%-kal meghaladta az Egyesült Államokét. A Szovjetunió részben azért épített cementgyárat, hogy abból erőmű legyen, az erőmű áramot adjon, amiből jó kis cementgyárat tudunk építeni. És nem volt innováció. 100 évvel vagy 50 évvel korábbi mintákat követett. A kapitalizmus meg kitalálta rengeteg új dolgot, ami már az én ifjú koromhoz, ennyire öregek vagyunk, hát nem volt se mobiltelefon, se internet, se semmi. Kezdő kutató koromban érdekképviseletekkel foglalkoztam, és szerettem volna megtudni, hogy mi az osztrák kamarák jogállása. Mik a pontos hatályos törvények, és nem lehetett megtalálni. A magyar könyvtárakban volt egyes közlönyszámok megvoltak, egyesek nem. Jellegzetes módon találtam a közlönyeket, hogy föl se voltak vágva, senki nem olvasta. És végül be kellett mennem az osztrák nagykövetségre, hogy elkérjem a pontos dolgokat, nem lehetett megállapítani. Vagy mehettem volna Bécsbe, ami nem volt olyan messze, de elég nehéz volt kijutni. És ez most mind vége van, és ezt mind a kapitalizmus csinálta, iszonyú gyors, néhány év alatt. A másik pedig a politikában és a politikai versenynek az elve, a váltógazdaság, hatalommegosztás, az is innovációra, váltásra kényszerít. Az egyközpontú rendszerekben csak új rendszerváltás, ezt eleve nehéz megcsinálni, másrészt borzalmas veszteséggel jár. Magyarországon Ferenc József halála óta, ami ugye 101 éve lesz most novemberben, 10-11 rendszerváltás volt. Most ennél drágább dolog kevés van. Tehát az, hogy a magyar elitek teljesítménye olyan, amilyen, annak az egyik oka, hogy minden rendszerváltás hatalmas elitvesztéssel járt. Rengeteg karrier, életút, mi egyéb tört össze, került emigrációba, menekülésre, újra és újra és újra. Iszonyú pusztítást. Ez egy drága dolog. Ugye az Egyesült Államok meg 200-valahány éve egy rendszerrel működik. Abban jelentős változások vannak, de szép új alkotmánnyal mi egyébben való totális, a korábbit átkosnak tekintő berendezkedés azért egyszer sem volt. Ez is egy hatalmas erő, és ami eddig még mindig a nyugatot vitte magasabbra. Az az érzésem, hogy eztán is így lesz. A nagy kérdés, hogy mikor. Hogyan és mikor. Plusz még az, hogy megéljük-e. A Tacitusnál olvastam a császárok történetében, hogy hát túléltük ezt az összes Nérót meg mindenfenét, csak hát ráment az életünk. Jó lenne, ha nem menne rá az életünk, és még megélnénk arra, hogy egy újra olyan aranykor jönne, mint ami volt, amiből mi sajnos kimaradtunk, mármint a szüleink leginkább, mert a szovjet zónába keveredtünk. Így legyen, nagyon szépen köszönjük. A Tölgyesi Péternek legyen még meg az egy kérdés, és aztán kész. Jó, rendben. Során nem világos, hogy mi következik előbb. A gazdasági felendülés jelent egy olyan alapstabilitást, amin egy adott politikai rendszer él, vagy a politikai rendszer kell ahhoz, hogy gazdasági felendülés legyen, mert számomra szerintem inkább az első az elfogadható, tehát egy tartós gazdasági biztos növekedés teremti meg azokat a politikai azt a stabilitást, amin egy stabil politika kialakulhat. És ha már itt tartunk, hogyha ezzel kapcsolatos további kérdésem az, hogy nem-e talán a mai Fidesz vezetésnek egy racionális, tehát nem egy populista, hanem inkább egy racionális lépése az, hogy a jelenlegi gazdaságilag sikeres országokat próbál találni a térképen, és így jut el Dél-Koreába, vagy Szingapúrba, és akkor ilyen ezen okoknál fogva halljuk ezeket
a szlogeneket, hogy a jelenleg sikeres országok nem feltétlenül a hagyományos polgári demokrácia alapján alakulnak ki. Ez a két kérdés. Próbálok rá, amilyen lehet csak gyorsan válaszolni. Az elsőre azt mondanám, hogy is-is, országa válogatja, típusa válogatja, nagyon nehéz rá választ adni. Itt van például Németország. Egy könyvtárnyi irodalma van annak, hogy a németek autokraták, sérült az értékviláguk, Hitler kell nekik, főleg az 50-es években. Aztán jönnek az angol száz megszálló hatalmak, és egyszer rákényszerítik a Németországot, hogy demokrácia legyen. És a Németország belekerül ebbe a sikerzónába, elképesztő növekedés produkál, részben azért, mert nagyon sok a menekültje, német menekültje van, 17 millió hajléktalan menekültje van az elején, akik nagyon igyekeznek, hogy legalább fedél legyen a fejük fölött. A németeket 51 óta kérdezik meg, hogy mikor ment a legjobban a németeknek. Van annyi eszük, hogy nem nevet kérdeznek, hanem évszámot kérdeznek, és egészen olyan 59-ig 38-at mondják, hogy az a legjobb. Pedig mindenki tudja, hogy mihez vezetett Hitler. Az elején meg egyenesen 60-valahány százalék mondja azt, hogy 38-ban ment a legjobban a németeknek, és aztán a 60-as évek legelején átfordul arra, hogy most. És mostantól fölényesen vezeti. Egyszerűen ott az történik, hogy az eredmény legitimálja a politikai szerkezetet. És azt hiszem nem túlzok talán nagyot, ha azt mondanám, hogy most a világ legstabilabb demokrácia a német. Ami hihetetlennek számít a korábbi irodalom függvényében. Tehát Németországról azt volt szokás gondolni, hogy született antidemokraták vannak ott, akik szabályosan vádják az autokrat vezetőt. Hogy meg tud egy ország kultúrája változni, hogyha sikeres lesz bizonyos utak után, és micsoda változás történt. Egész biztos, hogy szilárdabb, racionálisabb, működőbb hatalom megosztás, demokrácia és jugalom van most Németországban, mint az Egyesült Királyságban, ami nem semmi. Ezt mondanám erre válaszul. De vannak fordított példák is. Tehát van, ahol megszületik egy orra, hogy a milyenki a hazánk, politikába történik az első váltás, és a politika kezd elindítani a pozitív váltásokat. Tehát nem mernék így általában mondani valamit. A Fidesz valóban arra hivatkozik. A Fidesz nagyjából azt mondja, amikor őszintén beszél, és igen gyakran őszintén beszél Orbán Viktor ezekben a Tusnádfürdő és más beszédeiben, nagyjából azt mondja, hogy ez a modell nem vált be, ez kizsákmányoláshoz vezetett, szinte a régi baloldali szövegeket mondja föl, és azt mondja, hogy ez a másik modell. Csak hogy olyasmiket csinál, amelyek bizonyos pontokon számomra egyszerűen elképzelhetetlenek, hogy sikerhez vezessenek. Az egyik azt mondja, hogy én mondom meg, hogy ki lesz a tulajdonos és a tőkés osztály. Nem a piac, meg nem a gazdasági sikeresség, hanem a politika mondja meg, hogy ki lesz az. Most nagyon primitíven beszélek, de már késő van, és már sokan mennének haza. Így alig, ha lesz sikeres gazdasági jelét. Rámutatok arra, hogy mostantól a Mészáros Lőrinc a csúcs. Ez inkább a Magyarországon, ha van baj, az egyik az, hogy a magyar vállalkozói csoportok nem valódi piaci versenyképességet keresnek, hanem járalékra vadásznak. Állami pénzt akarnak lenyúlni, mást átverni meg minden. Ez csak ezt erősíti. Nem pénz hiányzik, ha úgy tetszik, a magyar gazdaságban. Legszebben az Orbán Viktor kedvencénél, a futballnál látszik ez. Az már hosszú-hosszú ideje pénz, mint a tenger. Ez az egész fiataloknak a képzését elindító futballakadémia dolog kicsiben már az első Fidesz kormánynál elindult. A futball tehetségek néha 17 évesen megjelennek, és nyomokba se látni. Pont az ellenkezője látszik, a magyar futball ugyanúgy vergődik, most itt tegnap vagy tegnap előtt láthattuk újra, és mégsem. Szóval attól félek, hogy ezek a metódusok, ezek nem javítják a helyzetet, hanem helybejáráshoz vezetnek. Aztán ez a szörnyű politikai megosztás, tehát hogy az ellenzék csak azt képzelhető, hogy el kell pusztítanom a Fideszt. Ha nem pusztítom el a Fideszt, nekem nincs helyem a nap alatt. Az ellenzék azt képzelhető, hogy nincs is mód racionális beszédre, mert esélye sincs arra, hogy váltás legyen. Az ellenzék emiatt először csak durvaságokat mond, abba versenyez, hogy ki tud durvább minősítést mondani a Fideszről. Végén már nem is mond semmit, csak fütyül meg artikulálatlan beszéd. De most ez sem a versenyző innovatív hatékonyságot növeli, hanem ilyen viszontválasztókat szül. Nagyon ritka a modernizációs diktatúra. Van ilyen, tehát Szingapúr és néhány távol-keleti országot lehet találni, a diktatúra és modernizáció. Általában a diktatúrák elfajulnak, korruptá válnak, zűrössé válnak, illetőleg elindítják azt, hogy én nevezem ki a gazdaságilag sikerest, és abból óriási kudarc lesz. Most én félek, inkább ez az utóbbi eset van. Ettől még rész sikerei lehetnek a Fidesznek, és vannak is. Tehát jó pár, én azt képzelem, hogy korrektnek, meg kell érteni, mit csinál a Fidesz, korrektnek kell lenni, és ezeket a rész sikereket készséggel el kell ismerni.
illetőleg a kudarcokra is világos szövegeket kell találni, de én nem látom olyan, tehát a félelmem az, hogy ez politikailag egy diadalmenet, amit a Fidesz csinál. Újra és újra hozza a kétharmad körüli győzelmeket, ez könnyen lehet, hogy most is itt van, csak sorra ilyen rendszerekben éltünk. Tehát az utolsó 100 évben voltak nagyon rövid rendszerek, amik gyorsan elbuktak, most ezeket dobjuk félre, voltak a tartósabbak, azok mindegyik azt érezték a bennük levők, hogy most már egyenes úton vagyunk. Sokszor még a legvégén is. 43-ban rengeteg magyar azt gondolta, hogy most 100-szor jobban állunk, mint ahogy a első világháborúban. Ott van Németh László, akinek egy jó szava nem volt a Horthy rendszerről, szó szerint ezt mondta a híres szárszói beszédében. És hát tényleg, hatalmas területek kerültek vissza, Budapest volt a kontinensen az egyetlen egy kivilágított főváros. Svájciakból tanulva volt, hogy véletlenül megbombázták az amerikai a Svájcot, azért, hogy Budapestet véletlenül ne bombázzák meg, mi kivilágítottuk, hogy látható legyen, hogy ez nem Németország és nem Ausztria. És úgy tűnhetett, hogy itt van, még 43-ban is, még 44 elején, és volt népszava akkor, ellenzék minden csoda, és mi meg fogjuk úszni, zsenik vagyunk. És az mi lett belőle? Az egyik legtöbb halottunk, micsoda pusztulás. És a Kádár korszak sok tekintetben ilyen volt. Megint egy stabil politikai szerkezet. Leválthatatlan hatalom. Csomó rész siker a reformokban, és határozottan állítom, hogy az egyik legrosszabb örökség következett belőle. A félelmem az, hogy valami új ilyesmit élünk meg. Egy csomó politikailag stabilizáló minden valaminek a végkövetkezménye valamikor, mikor majd kitelik az ideje. Akkor egy újabb rendszerváltás, valószínűleg nem szép rendszerváltás, mert a 89-es nem okozott túl nagy veszteséget, nem lettek 100 000-es emigránsok, nem kellett senkinek helikopterrel menekülni az országból. Most olyan dühök, haragok vannak, hogyha megint maga a Fidesz rendszerét, ki tudja, hogy mi lesz a vége. Elképesztő energiák mozognak, és valószínűleg ez a kétharmados többség, aki váltást szeretne. Csak más irányokba húz, és teljesen megosztott, és ezért a váltás most nem lehetséges. De iszonyú mozgások vannak, és hogyha ezek fölgyorsulnak, inkább ne is beszéljünk róla. Hadd köszönöm meg még egyszer a figyelmüket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Találkoztunk. Én még emlékszem azokra a régi kérdéket. Köszönjük szépen Törgyesi Péternek a megbeszabott beszédét, és önöknek is, hogy megjelentek. Kérem, vigyék a hírét ennek a sorozatnak, és annak, hogy az ELTE örök diákjait visszavárja. Találkozzunk október 4-én, ugyanitt Persányi Miklóssal. És két technikai üzenet. Az ELTE jelenlegi és leendő alumnusai közötti kapcsolat segítésére egy felmérést végzünk, akit érdekel a mentorálás bármelyik oldalról, az adja az egyik szervezőnek a kitöltött papírját. A tehetséges, rászoruló ELTE hallgatók támogatására az ELTE Alumni Alapítvány támogatásokat örömmel fogad. Viszontlátásra, további jó pihenést és kellemes nyarat kívánok mindenkinek!